Szeretettel üdvözlök mindenkit a Night in the Woods című játék következő részében. A harmadik fejezetet fogjuk megkezdeni a játékban. Hogyha emlékeztek rá, nagyon durva volt az előző rész, nagyon meredek volt, múlt héten játszottunk utoljára a játékon, nem volt most azóta idő vele előre menni. Fú, hát mi összeveszett az édesanyjával, utána összeveszett B-vel, és aztán még ráadásul a Harfesten, bár látszólag minden király volt, és nagyon vidám volt, és nagyon minden, annak ellenére mi ott még a végén szemtanúja volt annak, hogy valamilyen kísérteties fickó az árnyékból előre lépve egyszer csak elragadott magával egy gyereket, aki ott a szobor mögötti parkban volt, és hát elinalt vele, úgyhogy szemtanúja volt mi egy gyermekrablásnak, és hiába üldözte, hát nem sikerült elkapnia. Úgyhogy igen kemény volt az előző epizód, most ebből a pozícióból megyünk tovább, meglátjuk, hogy hogyan fog ez most így kinézni. Adok egy kis hangot rá. Szóval felkelünk ma reggel, és ott is van a fickó, látod. Mi lehet ez a sötét kör? Azt nem tudjuk, hogy micsoda, amit oda jobbra rajzolt. Ez a fickó ott a bal oldalon olyan, mintha a fején valamilyen bányász sisak lenne, nem? Ott egy fénnyel, tudod, azzal a bányász lámpával rajta, és ez a hosszú kabát, valami esőkabát lehet, vagy ki tudja, hogy mi. Ilyennek ábrázolta a sötétben. Az olyan, mint egy minyon. Ja, hogy a izé a fickó? Mert elgondolkodtam, amikor nagypapám elküld a boltba, akkor mindig mondja, hogy hozzak neki minyont, és mondom, mi van? De akkor te a minionra gondolsz... Hú, most hirtelen agykavarodásom volt. Na, jól is van, nézzünk bele a PC-be is, hogy küldtek-e nekünk üzenetet a barátaink. Vártátok már a folytatást? Émi, nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél a múlt éjjel, mondja B. Felébredtem, és hát realizáltam, hogy teljesen... Mi jelent az, hogy imposed? Tehát, hogyha pózolsz, akkor van, tehát, hogy ez annak az ellentétje, a ellentéte az impózolni. Rátettem. Mire tett rá? Hogy érted, hogy rátette? Ez ilyen furcsa kifejezés, de ráadásul rendesen azt mondja, nagyon szépen köszönöm, igazán hálás vagyok érte. Munkában leszek, a múlt éjszaka után összetakarítok, hogyha szeretnél esetleg beköszönni. Szükségtelenül rátett, rálapátolt? Hát szerintem nem. Szerintem most B rosszul érzi magát azért, amit mondott nekünk, pedig neki volt igaza. Hé haver, sajnálom, hogy nem lóghattunk a múlt éjszaka. Angus is azt üzeni, hogy ő is sajnálja. Viszont ma lesz egy próbánk. Csak azért, mert én vagyok a főnök, és én azt mondom, úgyhogy megyek a munkába, szia. Többiek nem mondanak semmit, csak egy övei message van. Hát oké, tehát akkor megint lehet választani, hogy melyikükkel lógjunk a mai napon. Mondjuk ma próba lesz, úgyhogy ez azt jelenti, hogy mind a kettővel lógni fogunk egy kicsit legalább. Mégis csak bogzsáknak használtam mét egy kicsit. Hát igen, Azóta mindannyian egy kicsit idősebbnek tűnünk. Furcsa, hogy megragadsz egy pillanatot, és utána azt így a hivatalos verziójának tekinted saját magunknak. Mi a helyzet az órával? Kíváncsi vagyok, hogyha lent az az új, működő óra, azt gondolja-e, hogy ez az óra ide fent ijesztő? Ez egy ilyen nagy és öreg dolog, fent az emeleten, olyan mint te, de mégis más, hatalmas, meg ijesztő, és éjszaka furcsa hangokat ad ki magából. Á, én nem látom ezt ijesztőnek. Ez egy darabja nagypapának. Többre van szükségünk ebből. Gyerekkoromban kérdezgettük, hogy finom a minyon. Igen, esetén következő kérdés, amit a majom kinyom volt. Á, és ez mikor volt? A 80-as években, Axil? Te olyan vagy, mint... Hát te ilyen minden nap ugyanaz. Ugyanolyan. Milyen lehet egy madár élete? A madár lét? Van esetleg ilyen nyomozós könyvünk itt?
Ó, természetesen, persze, hogy vannak ilyen kötetek. És vannak könyvek a kísértetekről, szellemekről, mármint hogy IRL, igazi szellemekről. És a Nut Jobs az valamilyen őrület, tehát hogy valaki csicska, őrült, hülye, meg van menve agyilag, ugye? Ez jelenti a Nut Job, Nuts. Szóval, ja, tehát vannak ilyen őrültekről is könyveink? Nem, ez jó. Aha, szóval kutatni az jó dolog. Mert hogy szembenézel a problémával, szemtől szembe állsz vele. Dugi haver, nem veszted el az eszedet. Sőt, éppen megtartod azt, nagyon közel tartod magadhoz, mondja mély magának. Hát miután látott egy kísértetet elrabolni egy gyereket, most próbálja ezt magának megmagyarázni. Hé, édesem, igen? Miért nem jössz köszönni nekem? Gyere ide, azt mondta anyukánk. Lehozta apa a dobozokat a Crawl Space-ből. Szia! Szia, anya! Na most mi lesz? Nagyon fáradtnak tűnsz. Hát te is. És nagyon fáj a fejem. Hát... az időjárás úgy tűnik egyetért veled, hogy ilyen szürke az egész, borús nagyon. Mit jelent az, hogy I could go for that today? Tehát, hogy ez megint egy slang kifejezés. Ne hagyd, hogy megtéveszem, póktól úgy meg tud ijedni. Jaj, ti ízvékbe vagytok. Aha, na mindegy. Mi most mondott erre valamit az időjárással kapcsolatosan small talk-ol édesanyjával. Anyukánk azt mondja, hogy hé. Hey, I could go for that, I could go for that. Ez szójáték? Szójáték, hogy miért? iCloud? Rendben vagyok vele? Ezt jelenti? Attemi, nem értjük most, hogy mit akarsz mondani, hogy hova helyettesíted be azt a cloudot az egyik kódnak a helyére, de melyik? Előre vagy utána vagy? Neki nincs értelme, ne Harry! Na igen, mit akarsz mondani, anya? Hát sajnálom a tegnapi napot, hát én is. Mondtam olyan dolgokat, amiket nem igazán gondoltam komolyan. Hát, ha komolyan gondoltad, ha nem... nem így kellene kommunikálnunk egymással. Nem szeretném, hogyha befejeznénk a beszélgetést. Csak... nem akarom, hogy újra megismétlődjön az elmúlt éve, tehát hogy ami néhány évvel ezelőtt történt, vagy az elmúlt néhány év esetleg. Nagyon sajnálom, anya. Az egészszel kapcsolatosan. Hé, mi, jól vagy amúgy? Jól vagyok, csak egy kicsit stresszes. Láttam valami nagyon furcsát a múlt éjjel, vagy szerintem láttam. És akarsz róla beszélni? Később. Még mindig próbálom összerakni az egészet. És beszélhetnénk mondjuk az iskoláról? Arról is inkább később. Azt hittem, hogy a Good és a Cloud... ja, hát lehetett volna, de... de Cloud volt odaírva? Várjál, anya mondott még volna valamit? Mondott volna még valamit? Igen. Szóval, mi miatt vagy stresszes amúgy? Hát, gondolom most már felnőtt vagy, úgyhogy... oké, mondj nyugodtan, anya. Szóval, miután volt ez a kis incidensed néhány évvel ezelőtt, ahogy tudod, azt, hogy elsimíthassuk, ahhoz adósságba kellett kerülnünk. Hát, még mindig nagyon sajnálom, jeez, mondja... mi? Ez már a múlt, úgyhogy... hagyjuk is annyiban, ne térjünk vissza hozzá, oké. Amikor... when it came time to get you off... tehát, hogy amikor jött az ideje, hogy... get you off, ez azt jelenti, hogy beiratni az egyetemre, vagy éppen kivenni már az alapiskolából. Hogy iskolába küldjünk, ugye? Én is erre gondolok, igen. Akkor... hát... a mortgage az mi is? Az valami, melyik, milyen kölcsön? Mondjad már, a ilyen... jaj, milyennek a magyar neve? Jelzálog. Na, igen, szóval annak előnyét élvezhették, szóval... hogy meggyőződjenek arról, hogy te jól leszel. Oké. Okay. Még mindig nem tudom, egyébként nem vagyok otthon az ilyen banki dolgokkal. Jelzálog, igen, igen, igen. Hát, aztán persze kiderült, hogy ez egyáltalán nem volt egy nagyon jó... nagyon jó üzlet, nagyon jó alkú, amit kötöttek ugye a jelzáloggal kapcsolatban.
és annyira hülyének érzem magam. Hitel kellett nekik mély balhéja miatt. Igen. Igen. Jelzálogos úsú miatt, ja. Szóval szeretnek felajánlani ilyen jelzálogokat embereknek, akiknek talán nincs túl sok pénze, és nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy ilyen ajánlatokat kapjanak. Miért? Azért, mert a bank kihasznál. Majom, vadd te meg a lányod, te majom! Mokibot, hogyha nem hagyod ezt abba. Szóval most már övék a ház, és többel tartozunk nekik, mint amennyi a ház értéke, amennyit ér. És ez mit jelent? Azt jelenti, hogy nem vagyunk biztosak abban, hogy a jövőben milyen, tehát hogy meddig lesz még a miénk ez a hely. Akkor nagy bajban vagyunk, szent szarmi, én pedig egy hatalmas csicska vagyok. Minden oké, édesem, ne aggódj, mondja anya. Csiha. És mit olvasol? Ez egy könyv megoldatlan gyilkosságokról. És mind megtörtént? Ó, nem tudom, talán. Lehet. Akarsz hallani egy kis teasert? Persze. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből. Jó, oké, szóval van egy fickó, aki holtan hever a konyhában, és a fején van egy ilyen golyó ütöttesebb. Van egy fickó oda bent vele. Neki pedig a jobb kezén vér van, de nincs fegyver. Még egy dolog, az utolsó. A halott fickónak van egy sebb helye a tarkóján. És tudod már a választ? Hát, nem tudom, hogy tehát egyáltalán csak egy válasz van rá. Mert ez arra van kitalálva, hogy így gondolkodj rajta. A gyilkosságon gondolkodj? Neked nyomozónak kellett volna menned, anya. Igen. Azt imádtam volna. Jó, szóval van egy kérdésem. Ki a másik fickó? Várjál csak. Miféle sebhely van a halott fickón? Szia Suzi, hogy vagy, Mizu? Egy egyenes ilyen vonal. Néhány incs hosszúságú, és a haj alá van rejtve. Oké, szerintem megvan. Mi? Wow, mondta anya közben, teljesen meglepődve. Szóval a fickó odabent, ő egy sebész, és egy mágnest plantált a halott fickó koponyájába, ezért van neki egy sebb helye. És akkor... micsoda? A gyanúsított használt egy szupermágnest, vagy valami ilyesmit a halott fickónak a homlokán, ami a mágnest a fickó fején egészen keresztül húzta az agyán. Ezért van vér a kezén, ugye? Pontosan. És lefogadom, hogy a gyilkos fegyverek ráragadtak a hűtőre. Ami rajta van egy kép a nagynéniről. Aha, oké, okay, bravo. Köszönöm, anya. Ja, nem semmi pár lennénk mi, nyomozó páros. Sőt, nyithatnánk, mondta Mayerre, egy ilyen nyomozó irodát a városban. Ja, most valószínűleg használhatnánk, hasznát is vennénk egy ilyennek. Na jó, most már megyek. Szeretlek, Dóter detektív, inspektor, mám. Nyomozó anya és nyomozó lánya. És most ott van a fickó lerajzolva, igen, a halott fickót a bal oldalon. Apának meg rajzoltunk húsokat, mert ugye azzal foglalkozik a Hempenterben. Nem egyszerű hülyeségeket csinál a gyerek itt el, hogy jó eséllyel induljon az életben jelzálog, aztán meg hát nem nekem való. Nem, a hitelt azt hol említették, mert az szerintem nem volt ott említve. Annyi, hogy kölcsön... Ja, mondjuk igen, a kölcsönt azt mondták, hogy debt, tehát hogy... Azt szerintem azért lehetett, mert mély nekiugrott valakinek, és alaposan elbánt vele. Ugye ezért hívott minket Loriem Killernek, ugye? Mert valamit csináltunk, de ezt mi még nem tudjuk, mert a sztoriban még erről nem beszéltek. Valami...
tűkezelési problémája lehetett Maynek. Valószínűleg bullying volt a dolog mögött, tehát nem véletlen ugrott neki annak a gyereknek, és alaposan elintézte. És gondolom, arra a családnak fizetnie kellett, hogy a gyereket rendbe hozzák. És Amerikában az rengeteg pénz. Érted, hogy akár egy, mit tudom én, egy fogműtétre elmenj, vagy valami iszonyatos 10 000 dollárok peregnek ki, úgyhogy közben az éves átlagkereset ilyen 50-60 000 dollár között szokott menni. Úgyhogy azért az, legalábbis legutóbb még Gabi nekem ezt mondta, aki kint lakik Colorado-ban. Úgyhogy azért az elég kemény dolog. Tehát, hogy nem úgy van, mint itt nálunk a TB rendszer, hogy akkor most, mondjuk már most is nálunk inkább a magánrendelés felé fordulnak az emberek, meg ilyenek, de nem úgy van, hogy akkor a TB fedezi neked azt, hogy meg kell műteni. Ugye ott súlyos pénzeket kell az egészségügyben fizetned, hogyha valami gondod van, és hogyha összeszabdalod mondjuk valakinek az arcát, akkor biztos lehetsz benne, hogy rengeteget kell perkálnod. Így azért érthető, hogy a családnak mondjuk hitelt kellett felvennie, és aztán jelzálog a ház, minden. Speciálisan házra felvett hitel, ha nem fizeted vissza, elveszik a házadat. Igen, csak ez ugye már második dolog volt itt nekik. Tehát szerintem már előzőleg is kellett egy hitelt felvenniük a gyerek miatt. Na mindegy. A lényeg, hogy nagyon szar helyzetben van a család, akik azon dolgoztak ráadásul, hogy valahogy Mayt elküldjék az egyetemre. Mély meg egyszerűen nincs ott agyilag. Nincs, tehát fogalma nincs, hogy mekkora ballépés volt ez a részéről, hogy az egyetemet nem fejezte be, hogy nem maradt ott. Miközben visszajött a városba, hogy újra a gyerekkorát élvezhesse, mert ha megfigyeled, nem csinál semmit. Mély itthon van már ki tudja mióta, azért a chapterok között a kicsi idő talán eltelik itt ott. Mondjuk most nem, mert ugye most az előző éjszaka az, amikor a gyerekrablásnak szemtanúja volt. De figyelj, össze-vissza ugrál, felmegy a házakra, úgy kezeli a várost, mint hogyha egy játszótér volna. Mindenkivel beszélget, lóg, de nem megy el dolgozni, nem segít a szüleinek, nem csak hogy nem segít be az anyagiakba, de még a házi munkát sem csinálja meg. Nincs otthon, reggel fel kell, kimegy, lóg, nem csinál semmit, este hazamegy, alszik, másnap kezdődik előről. És nem halad előre az élete. Mély annyira görcsösen ragaszkodik ahhoz a Possum Springshez, amiben felnőtt, amiben boldog gyermekkora volt, hogy nem hajlandó az életébe előre lépni. És mindeközben nem veszi azt észre, hogy a város meg egyre jobban megváltozik és egyre jobban romlik lefelé, és egyre kevesebb itt a munka, mindenki menekülni akar, aki itt marad ebben a városban, annak lehet, hogy nincs is esetleg arra lehetősége, hogy elmozduljon innen. Ugye Casey is az elején szó volt róla, az a srác, aki eltűnt, hogy ő is mindig arról beszélt, hogy a sineken majd elindul és a következő városban próbál szerencsét. A fiatalok elmennek innen, már egy csomó emberrel találkoztunk, aki mondta, hogy csak azért nem meglátogatni a szüleimet, mert a szülők innen már nem mennek el. Kicsit irigylem Mayt, hogy nem is tudja, hogy mennyi problémája van. Ja, nézd meg, most is csak úgy egyensúlyozik, gondolkodik ott fenn. Nem ballépés, hogyha ott hagyod az egyetemet, de mintha úgy ment volna haza, mint a középsül is nyári szünet lenne. Hát a részéről szerintem ez egy nagyon kemény ballépés volt. Én azt gondolom, hogy a családja mindent kockára tett, mindent feladott azért, hogy ő oda menjen, egész életében tervezték, és persze, oké, van, hogy nem úgy jön ki a lépés, van, hogy máshogy fordul az élet, és kiderül, hogy neked nem is ott kell lenned, hanem máshol kell lenned, de Mély jelenleg nincs sehol. Ő jelenleg valahol a gyermekkora felé megy vissza az időben, miközben meg nincs neki ott már helye. Az a hely már nem létezik. Ez a város megváltozik, az idő már elmúlt. Nem feltétlenül a gyermek hibája, nem tudja, hogy mik a körülmények, kicsit azért burokban tartják. Hát persze. Persze, azért a szülei sem azzal fogadták, amikor hazajött, hogy hú, na figyelj, most, hogy hazajöttél, akármi is legyen, az van, hogy be kéne segítened, mert legalább a házi munkát vállald el, és akkor mi meg extra munkát vállalunk esetleg addig, és hogyha találsz munkát majd, akkor ezt majd máshogy más beosztásban intézzük. A lényeg az, hogy szarban vagyunk, ugye? Tehát, hogy próbálták neki is így a lehető legjobbat, a szülei is, meg minden. Nagyon kemény egy játék ez.
És most még ráadásul egy rablásnak is, egy elrablásnak is a számtanúja volt. Beszéljünk Selmers-szel. És látod, amennyire egy kis vidám és chilles és melankolikus és minden játék. Ruvi, nagyon szépen köszönöm a szubodat egyébként, a offline történt ez a dolog. Nagyon hálás vagyok neked, szia, jó estét kívánok, hogy vagy, mi a helyzet? Amennyire melankolikus és ilyen kis keserédes, de valamilyen szinten vidám és szép játék, ahhoz képest most egy nagyon, nagyon dárkos, ilyen szerintem nagyon sötét, borult, mint ahogy a játéknak jelenleg a képe is, a város képe is látható, hogy teljesen borult az egész, nem csak az ég, a sztori is, ugye. Vihar felhők gyülekeznek. Na hogy megy, mi a helyzet, hogy ittyek Selmers? Milyen volt a Halloween? Hát furcsa volt, elmentem a Harfestre, láttam valamilyen őrülten nagy szart, amire azt hiszem, hogy talán igazi volt. Aztán volt egy rettenetes rémálmom. Az király, én otthon maradtam, cukrokat ettem és tévét néztem. Éppen ilyen halloweeni epizódok voltak. Képzeljétek el, hogy a Supernaturalnek is volt halloweeni epizódja. Tök meglepődtem, hogy ilyen létezik Amerikában, hogy Halloweenre direkt csinálnak sorozatnak egy külön részt, ami, na mindegy, olyan tematikájú. Éppen nemrég láttam egy ilyet. Na mindegy. Hát én meg kint voltam és megéltem azt a Halloween epizódot, oké? Okay? Wow. Ja. Oké, akarsz hallani egy új verset? Tök sok amerikai sorozatnak van külön halloweeni, meg háladási karácsonyi része, igen. Eddig nem tudtam, de most már én is tudatában vagyok. Persze, hogy meghallgatjuk a versedet, Selmers. Őszi szelek, őszi bűnök. Oké? Őszi idők, őszi bűntények, bűntettek. Mi lenne, mi számít egy ilyen őszi bűnténynek? Hát mondjuk, hogyha kirabolsz egy benzinkutat, aztán felrobbantod. Novemberben. Igen, igen, ez mondjuk logikus. Ezek hülyék. Ó, fent van Csazakova tetőn? Köszönt neki Selmers. Igen, Selma. Egy napon eltöri majd a nyakát. Hát, akkor én meggyőződöm róla, hogy pontosan rád zuhanjak. Ha, hát elég nagy célpont vagyok hozzá. Ha, én nagyobb vagyok, mondja az öreg. Úgyhogy nem lesz gond. Hát ti ketten. Levelek, levelek, levelek. Ez is egy vers? Nem. Tényleg vannak levelek. Konkrét példa volt? Még szép. Jó, szóval... mit jelent varnisolni? Most úgy beszél rólunk, mint hogyha ilyen izéhölgyek lennénk, ilyen középkori, meg mit tudom én, reneszánsz? Arról beszél, hogy feljöttünk ide a teraszára, és hogy ne sarazzuk azt össze. Fel kell másznunk. Lak, bevonat? És biztos, hogy most is azt jelentette? Egy, kettő, három. Ez az. És megyünk is Mr. Csazokovhoz. Meg kell vizsgálnunk vele a csillagokat. Talán még van egy darab. Vagy kettő? Miss Méborovszki mondja. Jelen. Azt mondja, hogy érezd az őszi szelek illatát. Hát, ja, azt nehéz eltéveszteni. Nem is szabad, mondja az öreg. Ha már erről beszélünk, szeretnél néhány csillagot vizsgálni? Hát persze, na akkor gyere, nézd meg. Megint kiég a szemünk. De hogy lehet, hogy mindig elrontjuk? Ez most már tényleg a te hibád, mi? Azt kell, hogy mondjam. És igaza is van. Hoppá. Rögtön ráakadtam valamire. Találtam valamit. Na nézzük. Ez egy nagy kígyó. Nagy kígyó? Igen. Én is láttam egyszer egy nagy kígyót, mondja mi. Az állatkertben? Nem, amikor cserkészek voltunk és túráztunk, és az egyik ott napozott a sziklákon. Nem semmi. Szóval arra gondoltam, hogy ritka dolog lehet kígyót látni ilyen random relaxálva.
És ezzel a kígyóval mi a helyzet? Ez a nagy kígyó, nem a nagy kígyó, felemelkedett a földből, és háborút indított a falvak ellen. Milyen falvak? Kérdezi mi? Hát tudod, a falvak. Á, oké. És végül is így körbe csavarta magát a falukon, tehát azok voltak ugye középen, és a falu béliek látták, hogy körbevette őket ugyanaz a igen, a nagy kígyó. És akkor összejöttek, és együtt levágták a nagy kígyót. Mondta mi? Ja, hát, már tanulsz. Na jó, de miért támadta meg a nagy kígyó az embereket? Miért szimpatizálsz a nagy kígyóval? Kérdezi az öreg. Hát, jó Isten, nem tudom, de... folyton csak azt mondjuk, hogy nagy kígyó, nagy kígyó. Nagy kígyó, mondja Mr. Csazokov. Nagy kígyó, mondja mi. Nagy kígyó. Ezek nagyon hülyék. Jó, oké. Nézzünk egy másikat. Valahol erre kellene lennie, mert itt még nincs semmi. Hopp. Alakul. Ez lesz az. Egy csillag befogva kapitány. Akkor nézzük meg a guide-ot. Ez egy ilyen könyv, ami leírja. Ó, ezt kedvelni fogod. Mi tényleg? Mert ők halottak. Oké, benne vagyok. Szóval ő Gramerci, a médium. Életében beszélt a holtakkal? Mi, komolyan? Hát ki tudja. De amikor meghalt, akkor a saját szelleme visszatért és rajta keresztül beszélt. Micsoda, hát ez hülyeség, mondja mi. Hogy lehet, kérdezi Csazokov. Hát, ezt úgy hívják, hogy életben lenni. Nem egészen, mert a teste halott volt. Mondja Csazokov. Akkor olyan volt, mint egy zombi? Hát igen, csak olyan okos, mint pont azelőtt, hogy meghalt volna, és nem kereste az agyakat. Szóval normális volt, csak rossz szaga. Hát igen, valami ilyesmi. Na jó, és miért lett egy csillag belőle? Hát arról ötletem sincs. Eléggé lenyűgöző dolog ez. Hülyeség, de lenyűgöző. Szóval, és mi a tanulsága ennek? Tanulság? Hát igen, általában ezeknek a csillag dolgoknak van valamilyen tanulsága. Hát nem, mert néha a dolgok csak úgy szimplán furcsák, mondja Csazokov. És ez a tanulság? Behehe. Na jó, hát ez volt a mai páros. G. Willikers? Mire gondol? Mi ez a Willikers? Olyan zseniális ez a játék minden szempontból? Hát ez aztán... tényleg nagyon az. Na, ez eléggé király volt. Pontosan! Néhány nap múlva még néhány. Aha. És most lerajzoltuk Gramercit. Többiek már ott vannak, meg a nagy kígyót is. Ezzel meg is volnánk. Szerintem megint kell lopnom perecet, hogy etessük a kisegereket, tudod? Van egy nagyon furcsa része a játéknak, amit szerintem már most itt... most látnom kellett volna, de valahogy kimaradt eddig, és nem tudom miért. Nagy kígyó. Bizony. Lent is körülnézünk, hát ha valami kimaradt. Már eddig úgy látom, hogy nagyjából mindent sikerült megtalálni. Így van. Oké, mehetünk a következő screenre. Kevesen vagyunk ma, pedig milyen csodás az a játék. Tök sajnálom, hogy nem vagyunk most többen, hogy még többen szemtanúi lehessenek ennek a marha jó kis játszásnak, és nagyon komoly témáknak. Hát jó, mondjuk igaz, hogy nem egy COD, meg nem egy GTA, de szerintem nagyon jó kis esti mesék ezek. Azonnal mehet a lopás. Ezt már egészen ügyesen csináljuk. Szerintem is, Suzy, igen. Nem, szállítani, hogy most érzik, hogy a többiek mennek aludni. Ilyen táj. Kik azok a többiek? Ez az. Meg is vagyunk. Hát ez most már nem fair, annyira könnyű.
Na jó, ezt elviszük az egereknek. Itt van Miss Rosa. Hello me. Jobban érzi magát? Hát, amennyire arra számítani lehet, gondolom ebben az öreg korban, az nagyszerű. Szóval szeretne beszélni eset a nagypapádról. Igen, igen, igen. Possum Springs a mi hátunkon építették, és azoknak az erő befektetésével, akik előttünk éltek, szóval... Az idő volt az, amit nem fizettek meg az embereknek igazi pénzzel? Nem, olyan idők voltak, amikor nem igazi pénzzel fizették meg a munkásokat, hanem kicsi ilyen tokenekkel, meg ilyen billekkel, hát ilyen papír valamikkel, amikre rá volt pecsételve a vállalatnak a neve, és az csak is a vállalati boltban lehetett elhasználni, és csak olyan dolgokat vehettél, amiket ők forgalmaztak. Igen, az iskolában mutattak nekünk ilyeneket, ilyen furcsa negyed dollárosnak kinéző dolgokat, meg ilyesmiket. A nagypapád emlékezett, mert az ő édesapja ezt első kézből tapasztalta meg. A bánya főnök lejött a városba, nagy szép autót vezetve, azon az éjszakán, amikor találkoztam a nagypapáddal. Igazi nagy barom volt az a főnök. Bocsássa meg neki a jó Isten, szóval a nagypapád kiszalad a táncból, szerintem egy kicsit részeg volt, vagy hülye volt, de olyan bátor hülye. Elkiáltotta magát, hogy the guts for bosses. Hát ezt nem tudom, hogy magyaríthatnánk, mert nem arról beszél, hogy kibelezni őket, hanem a beleikről, a tökkeikről, hogy mit meg nem mernek csinálni, meg ilyenek. De mindegy, valami csúnyát kiáltott a főnökökre, és aztán hirtelen volt nála egy vadászkés valahonnan, és kivagdosta a főnök kocsijának kerekét. Wow! Aztán felvett egy követ, és beverte vele a szélvédőt, utána felmászott. Bocs, de ez a része kicsit illetlen. Szent szar, ne hagyja abba. És behugyozott azon a lyukon, amit a szélvédőre csinált. Ez zseniális, mondja mi, és elkapták? Nem, mert csak én meg még néhányan láttuk ezt megtörténni. Szóval, igen trottolni oda valakihez? Gondolom azt, hogy oda szaladt, vagy valami ilyesmi. És utána elszaladtunk onnan, valamilyen drugstore mellett mentünk el, nagy mező, nagy parkoló, most már manapság. Hatalmasak voltak a csillagok, ügettem. Hát igen, de szerintem nem lovakkal mentek. Bár lehet, hogy akkoriban még lóval járt. Én nem hiszem, hogy Miss Rosa olyan öreg lenne, hogy még lóval mentek a környéken. Aztán lehet amúgy. Azt hiszem, mind a ketten elég részegek voltunk, és az egyik dolog vezetett a másikhoz. Oké. Várjon csak, mikor is volt ez? Hát, nagyon-nagyon régen. És jó, és mi történt az autóval? Ezek szerint a mi nagypapánknak, Miss Rosával volt egy elég vad estéje. Talán romantikus, talán csupán ösztönös, ki tudja. De lehet, hogy Miss Rosa akár ilyen nagymamánk is lehetett volna. És mi történt az autóval? Hát azt elvontatták. A rendőrség nem talált szemtanúkat. Mi nem voltunk ilyen besúgók az ilyen dolgokkal kapcsolatban. Nagyon helyes, mondjam mi. Szóval, mint ahogy mondtam, neked tényleg ilyen, hát bajkeverő véred van, hehehe, mondta közben Miss Rosa. Sosem tudtam ezt, mondja mi. Hát azt se hiszem, hogy egyetlen apukád tudja ezt. Lefogadom, hogy nem. És elmondod majd neki? Persze, igen. Valamikor, talán. Át akartam adni ezt a történetet már neked. Szóval egy éjszaka volt, egy dolog, amit a nagypapád csinált. Egy életnyi éjszaka és dolog közül.
Hogy te mit akarsz ezzel kezdeni, az már a te történetednek a része lesz. Ó. Ma már nem beszélhetek többet. Szeretnék többet tudni róla. Ez őrület volt. Majd később találkozunk mi. Előbb vagy utóbb? Oké. Akkor csókolom, Miss Róza. Viszontlátásra, Mé Borowski. Elfárad a nagymama, meg szerintem elszomorodik, hogy ahogy így felidézi a régmúlt eseményeit. Ezekkel lehet beszélgetni. Tudom, hogy furcsa kérdés, de nem hiányzik valaki? Micsoda? Hát, akit esetleg ismertek, aki kint volt a múlt éjszaka, és nem jött mondjuk haza azóta, nem jött vissza. Nem hiszem. Miért? Mi történik? Kérdezi a másikot jobbra. Semmi, csak azt hittem, hogy láttam valamit. Oké. Hát, el kéne mondanod, hogyha ez komoly. Csak legyetek óvatosak, oké? És tartsátok nyitva a szemeteket, tudassátok velem, hogyha valami furcsát láttok, oké? Folyton együtt lógtok, úgy értem, ezért ti jobban biztonságban vagytok, mint bárki más, akit ismerek. Pont. Ez részben is sejtettem? Igen, úgy beszélt róla. Most már egy kicsit egyértelműbb volt ez. Még mindig nem szedték le ezt a freskóra írt dolgot. Szevasztok, Venkáék, nagyon szépen köszönöm a raidet. Mesélj, hogy ment a stream hátralévő része, hogy vagytok? Remélem mindenki jól van. Mielőtt felmennénk, menjünk el jobbra, és nézzünk körül még. Wow! Valaki beköltözik ide? Valami hülyeség biztosan. Hiányzol pizzás hely. Nem ez volt a Pest Abilities? Szerintem de. Menjünk be Angushoz. Ha szeretnétek egy industria kulcsot nyerni tőlem, akkor beszállhattok a nyereményjátékba, amit indítottam, csatornánk 629. nyereményjátékát. Solo Win, utolsó duo match soha sikerült. Na, nagyon örülök neki. Nagyon helyes. Oké, szóval hamarosan mehet a próba, kérdezi Angus. Gondolom igen, furcsa este. Hogy lehet, majd később elmesélem. Mi el fogja mesélni a többieknek, hogy mit látott? Hadd igyak egy kortyot. Innen jöttünk és erre megyünk? Nem, várjál. Még ezt a városrészt nem néztük át rendesen, ugye itt van a pickaxe-ben B. Egyébként videókban Bia helyett B-nek ejtik az ő nevét. Itt történt a rablás. A háború az rendes nagy baromság, hallod? Szobor. Ugyan az, ja, gondolom téged besoroztak, erre gondol. És meghaltál, mielőtt élvezhetted volna a szobrot, amit belőled állítottak. Elég nagy baromság ez. Engem nem vesznek rá, hogy háborúba menjek. Én majd inkább jól elbújok. Csatlakozom valamilyen csapathoz, akik a háború ellenesek, meg ilyesmi, és felrobbantunk ilyen háborús dolgokat, meg szabotáljuk őket, ezeket a háborús dolgokat. És évtizedeken át az árnyak között fogok élni. Nem lesz címem. Mindig menekülőben. Egy lakókocsiban lakom majd, a sivatag közepén. Nagyon király lesz. Szerintem mi? Nek... Nem is tudom. Nem sok kapcsolata van a valósággal, nem? Álmok között él, igen. Oké, szóval ma van az utolsó napom. Ó, nagyon fogsz hiányozni, mondják a kollégák neki. Olyan gyorsan történt. Tudasd majd velünk, hogy milyen az új hely. Úgy lesz, meg majd beugrom látogatóba. Nem hagyhatom rátok ezt a helyet, hogy fend for yourselves. Mire gondol? Hogy fordítanád le? Mit fogunk most így csinálni? Hát elmehetnénk megnézni egy mozit, vagy ilyesmi. Ja, én meg hadd illeszkedjek be, és utána mehetünk egy outingra. Az outing az ilyen búcsúztató? Enyhén szóval is elmentek nála otthonról? Nem.
nem jöttek meg otthonra. Ez a baj. Nem azt, hogy elmentek neki, sosem jöttek meg. Simán el van szakadva a valóságtól, egy diszociatív téma lehet. Hát meg depresszió. Én már most is arra tart, hogy lakókocsiban éljen. Milyen érdekes ezt mondani, hogy lakókocsiban élés. Hogy ez mintha olyan dolog lenne, mintha félig hajléktalan volnál. Pedig ha belegondolsz, azért nem annyira szuper olcsó dolog egy lakókocsit, egy olyat venni, amiben tényleg körbejárhatod mondjuk a világot. De nyilván ők, tehát az Amerikában látható ilyen trailer parkokra gondolnak. Mondjuk ő kifejezetten nem. Nem, ő arra gondolt, hogy egy ilyen lakóautóval elmenjen valahova és abban fog lakni, és nem lesz lakcíme meg ilyenek. Na mindegy, náluk egyébként vannak ilyen trailerparkok is, és ott lehet bérelni egy lakókocsit magadnak, mert az a legolcsóbb, mint egy motel. Szervusz, Veggie. Ezek a lakókocsik soha nem mennek sehova. Ja, a trailerparkból nem. Bemehetnénk a templomba beszélgetni anyukánkkal, meg megnézhetnénk a pásztorkat itt. Újom a kis lexikonom? Arra próbálok rájönni, milyen mentális betegséget próbál megmutatni ez a játék. Hát szerintem egy garmadát. Tehát, hogy nem egyet. Itt a körülményeket is nagyon jól figyelembe lehet venni, a beszélgetésekből kiderül. Minden karakternek más dolgokkal kell szembenéznie, mint az életben is. Nem érzem ezt így helyesnek, mondja Bruce. Tudom, néha a helyes dolog nem érződik helyesnek. Én csak azt gondolom, hogy helytelen lenne elvenni valamit, amikor az emberek nem akarják, hogy elvegyem azt. Hát... Szerintem én úgy érzem, hogy a jó Isten ezt máshogy látja. Én legalábbis máshogy látom, mondja Pásztor Kati. Lehet, hogy egy lakást ajánlottak fel neki, hogy ne legyen hajléktalan? Ez azért van, mert maga egy jó ember. Szerintem felajánlottak neki valamit, amit ő nem akart elfogadni. De lehet, hogy csak ételt ajánlottak neki. Nézzük meg, hogy a gótok itt vannak-e, a kis tinik. Kis 14 évesek. Nem lehet azt mondani mire, hogy nem lehet okolni. Mert nem mondanám azt, hogy tehet sok mindenről. Vannak dolgok, amik felett ő rendelkezik, meg ő lenne az, aki felelősséget vállaljon, de... Hát... Kicsit a körülmények áldozata is egyben. Pásztor Katival nem tudtunk sajna beszélni, és Bruce-szal sem, de mi a helyzet anyukánkkal? Várj, ide most feleslegesen megyünk, mert ide bent nem lesz senki, ugye? Ahol ezek a... Hogy is hívják? Hát ahol egy ceremónia szokott lenni, tudod, ahol a misét tartják a templomban. Államvilágban él, nem tudja felmérni a helyzetek és a döntéseinek a súlyát. Igen. De nem is akarja, nem... Tehát, hogy nincs meg benne az, hogy... Hanem inkább ez a procrastinating, ez a... Amikor próbálod így mindent így eltologatni, tudod, halasztani. Múltkor is erről beszéltünk? Bocsánat, hogyha most ismétlődő és unalmasnak tűnik, ne haragudj. Nem tudom, mennyire akarja, szerintem fel sem berül menni, hogy dolgoknak következménye van. Nem, szerintem ő az a tisztában van. Megrekedt és nem viszi előre. Nem, hogy megrekedt, visszafelé megy. Hát próbál kapaszkodni a gyerekkorában az egyetemről, a felnőtt világból, felelősséget vállaljon, hogy sarkára álljon és azt mondja, hogy megyek a jövőn felé, céljaim vannak, neki ilyenek nincsenek, neki nem tudja, hogy mi lesz a jövője, nem arra akar menni, hanem nyomott egy hátraarcot és azt mondta, hogy visszajövök Possum Springsbe és lógok, mint gyerekkoromban, egy boldog nyár, érted? Most mondjuk ősz. Na, szia, church mom, templomi anyuka, szia, hitetlen lányom. Ilyen pogánynak gondol minket? Ó, hát majd beilleszkedem én ide egy napon. Szia Tomi, jó estét! Na de mindegy, komolyan senki nem szeret felkelni olyan korán vasárnap. Én nagyon gazdagítónak találom. És az édesapád is úgy leginkább így érzi, de...
legalább eljárkál velem, és azért ez fontos. És tudja, hogy nagyon sokat jelent nekem. Hát jól van. Akkor most már így érzem is ezt a... alaposan bűntudatom lett. Ténylegesen a templomnak dolgozol, anya. Hát... a hit azért nem ilyen édesen, mondja anyukánk. Több benne a kegy, mint a condemnation. Az nem a... nem a bűnbánat. Aj, mi a fene az, mindjárt mondom. Nézd meg, kárhozat, igen. Nézd meg Biának is, mit mondott Bínek, ami hagyott az öregedő apádat küzdeni egyedül az üzletével. Gőze nincs arra, hogy ennek amúgy van a következmény, azon kívül, hogy nem kell annyit dolgozni. Nem volt kidolgozva az a terv a fejében, hanem csak oda vetette nyilván. Nem gondolta át, hanem ott hirtelen szembesült azzal a dologgal, hogy Bínek az édesapja, miután a felesége meghalt, szarik az életbe. És a lánya viszi az üzletet, ő otthon tesped a kanapén, teljesen elhagyva magát. És azt mondta neki, azt akartam mi közölni Bee-vel, hogy ez így nem fair, hogy az apjának a neve van a számlákon, meg mindent, ő aratja le azt, amit a lánya kapar neki most jelenleg össze. És az elmúlt egy évben kapargatta neki, és emiatt nem mehetett a egyetemre sem, pedig mindennél jobban vágyott rá, és érted? Szóval Mének nem volt egy koncepciója, csak azt akarta kifejezni, hogy ez így nincs rendjén. És lehet, hogy Bee is egy kicsit tényleg, ahogy mondta is, hogy egy kicsit ilyen túlkapás volt a részéről, hogy rátett egy lapáttal még a dolgokra, de az is látszik, hogy egy olyan szituban volt, amikor végre lehetősége volt arra, hogy kipanaszkodja magát, mert ott volt egy barátnője vele, szarul sült el meg minden, de legalább tudott egy kicsit ventilálni, meg bemutatni a helyzetet. Csak hát éppen ott volt, és tényleg bokzsák lett a vége. Mert hülyeségeket magyarázott, az egyiknek nem volt koncepciója, a másiknak meg volt egy hatalmas nagy felgyülemlett feszültsége, és hát ilyenkor, hogy szokott ez történni, ugye? Na mindegy, én most megyek. Akkor meg később találkozunk. Sokszor ilyen, hogy túl nagy stressz alatt sokszor azt ütik, akik biztonságosnak éreznek, hogy ott van. Hát ja. De ez egy hiba. Tehát ez nem szabad. Ez nem egy helyes dolog. És a kommunikációnak sosem szabad ilyennek lennie. Főleg nem azzal, aki totál nem érdemli meg. Na most, hogy megvagyunk ezzel is, beszélgettünk anyukánkkal, megnéztük Bruce-t, megnéztük az alagutakat. Menjünk ide fel, nézzük meg mi a helyzet Lorien-mel. Ugye alattunk van most Bee, tehát hozzá majd szerintem a végén fogunk menni. Mondjuk a band practice az hamar bekövetkezhet. Tehát mehetünk próbálni is amúgy. Nem tudom, hogy most, szerintem most itt lesz valami, amit még nem láttunk, de meg kell néznünk. Elmentél a Hardfestre? Aha, végül is egy ilyen színdarabban kötöttem ki, mert a barátom Bee eléggé összeszarta a dolgokat, és... ó, az király, én pizzát ettem, és a Blood Gorgont néztem a tévében. Az király. A Blood Gorgon? Ez egy olasz mozi, kb. Ez 1980-ból, vagy azokból az évekből. Nagyon sok vér van benne, de azért nagyon színpadias, meg ilyenek. A boarding school az micsoda? Az az előkészítő? Szerintem valami, a boarding az valamit előkészít, és na mindegy, egy ilyen lányiskola, és akkor elrabolják őket a szellemek, elviszik őket a Blood Gorgonhoz. Bentlakásos iskola, bocsánat. Igen, köszönöm. Ja, szóval elviszik a Gorgonhoz. Valami gáz van? Á, nem csak. Szerintem láttam egy szellemet, vagy valami ilyesmit a múlt éjszaka, de nem vagyok benne biztos. Az elég királynak hangzik, mondja Lorien. Hát, mondjuk pont az ellentétje volt inkább a nagyon királynak. Ó, sajnálom. Á, minden oké, később találkozunk. Sok szerencsét a kísértett problémáddal. Köszi. Sok szerencsét a kísértett problémánkkal. Na jó, egy... és pont sikerült átjönni, de itt nincs semmi. 1901. Ez is valami városi emlékmű lehet.
Itt lakik fent a cica. Nem mindig egyszerű oda felugrani, de most sikerült. Szóval... régen láttam ide fent más embereket is. Ez most már többé ilyen... Nem ilyen dolog, ami megtörténik. Vagy lehet, hogy már... túl öreg vagyok és out of touch. Mit jelent az, hogy valami out of touch? ADHD? Lehet csak valami celebrity is, aki nem tud felnőni? Szerintem majd még fog sok minden kiderülni. Nézd tovább a játékot és majd meglátod. Szia Niels Poggerson, rég láttam ezt a játékot, olyan sok emlék fűz hozzá. Sokunkat. Na mindegy, nagyon király ez a hely ide fent. Ide fogok felrakni egy sátrat és itt fogok lógni fent. Out of touch, az ilyen lemaradtam, vagy nem tudom hogy van. Ja. Jacksepticeye, nem ismerem őt. Annyira jó voice-okat adott a karaktereknek, lehet újra kéne nézni azt is. Hajrá. De aztán lehet, hogy alvás közben legördülnék és meghalnék, mondja mi. Itt volt egy ablak valahol, nem? Itt valahol alattunk. Aha, itt laknak a kis barátaink. Vagy kiment a divatból, vagy nincs meg benne a varázs. Én is erre gondoltam alapvetően, hogy kiment a divatból, de nem, hanem... valami más jelentése van ennek itt ebben a slang értelmében. A műanyag virágok azok ilyen szuper depresszívek valamilyen indokból. A halott virágok azok kevésbé szomorúak, mint a műanyagok. Hát azért, mert sokat látsz a... ilyen koszorúkat, meg ilyen művirágokat, mondjuk sírokon, nem? Nézd már, most már nem hárman, hanem négyen vannak. Ideje enni. Kis csodapatkányok. Egyre több pockányt nevelünk. Milyen sokan vagytok már? Egy nap nem lesz rám többé szükségetek, és leléptek majd. Vajon felismerlek titeket majd az utcákon, ahogy elmegyünk egymás mellett? Olyan hülye ez. Szeretlek titeket, csodapockányok. Elég sokáig csinálod átvált a játék a Plague Tale-re? Lehet, de csak lehet. ADHD-ról tudnék beszélni, tényleg impulzív? Ennyiből még nem mondanám rá. Arra gondolsz, hogy az ADHD az amikor ilyen koncentráció problémáid vannak? Nem tudsz odafigyelni valamire, hanem inkább hirtelen más dologba kezdesz? És így menekülsz a felelősség elől? Meg nem akarsz azzal foglalkozni? Nem tudod, mit csinál hirtelen? Na most ez... oly! Valakinek van ott egy kutyája. Ő eddig nem volt ott. De legalábbis nem vettük észre, hogy ott lett volna. Mi történik itt? Ezek az emberek nem szeretik, hogy én itt vagyok. Hogyan került le ennek a szobornak a feje? Azt nem én törtem le, nem? Escape üzem. Escape izem. Escapism. Amire te gondolsz. Én az ADHD-re gondoltam, de most hogy hogyan lehetne ide kötni? Nagyon fontos dolog ez, és biztos, hogy sok szempontból lehetne ez a játékhoz kötni. De nem tudom, hogy... nem volt még olyan helyzet, szerintem most, ahogy így belegondolok a játékban, amikor mi itt a szemünk előtt egy szituációba került volna, és ő hirtelen inkább elment onnan, és olyan dolgokba kezdett, amiben megtalálja a maga kis elvonulós és nyugodtabb dolgát. Kicsit tudatosabb. Igen, ezt mondom én is. Hogy ez egy tudatos dolog, és akkor szokott jönni, és szerintem a játékban ez még nem volt így. Vagy én még nem láttam ezt így történni. Nem emlékszem, hogy lett volna ilyen. Tehát, hogy amikor látta ezt a szörnyű dolgot is, a gyermekrablást, akkor sem azt mondta, hogy akkor én most hazamegyek és nézek tévét, és közben megpróbálom feldolgozni, hogy mit láttam. Hanem fogta magát, és azonnal utána szaladt. Úgyhogy még ezt sem tudnám, nem tudom. Abban a szóban nincs is elbetű ott, nem? Az All Pickaxe-hez bemegyünk B-hez beszélni vele.
Szevasz, Bi. Kösz még egyszer a múlt éjszaka miatt. Jövök neked egyel. Minden oké, móka volt. Van benne ebetű? Én nem hittem volna. Okibot sem hiszi el. Figyelj, utána nagyon furcsává változott az estém, és rosszá az. Hogy lehet? Majd később elmondom, gondolom. Még mindig próbálom összerakni. Oké, hát tudasd velem, hogy hogy megy. Úgy lesz. Azt hiszem, ma próba van, ugye? Ja, megyek, levadászom Gregget. Nem lesz olyan nehéz. Ja, hát biztos a Snack Falconban van. Fogalmam nincs, hogy hogy tud az a csávó ott maradni, ott dolgozni. Mármint, hogy hogy nem rúgják ki, mert állandóan a loponnan összetöri a raktárban lévő, nem ellátmány, aztán amivel feltöltött, hogyha valamit megvesznek, cuccokatnak. Szia Lilian, nem há, üdvözöllek. Miről maradtál le? Éppen végigmegyünk a városon. Na most akkor van-e E betű, vagy nincs? Mert Nils Pogárszon szerint nincs ott a P betű után E betű. Szóval folyamatosan lopja a bolti cuccokat, meg mindent, csak szórakozásból, és akkor lép le a melóból, amikor csak akar. Hát ja, Greg a saját szabályai szerint játszik. Inkább olyannak érződik, mint hogyha a világ játszana Greg szabályai szerint. Wow! Mondja mi. Nem is tudom, hogy ez mit jelent, mondja B. Hát azért elég wow. Na menjünk rögtön, hogyha ez most így volt, még Greg van, meg meg kell néznünk, ahol Ont Molkap lekapcsolt minket az éjszaka, ugye? Amikor kísértetet üldöztünk. Aztán van még Germ, mindig elfelejtem a nevét. És azon kívül van még valami is, ami szerintem már itt kellett volna, hogy legyen, de valamiért nem tudom, hogy miért nem történik meg. Veletek mizu van? Megint nedves idekint minden, én pedig fázom. Hát ezt csak úgy hívják, hogy eső. Miért állunk mindig idekint? Vagy még mindig? Mert valakinek itt kell. Aha. És hogyha nincs benne E betű, akkor valami más jelent? Esküszöm, hogy ezzel az épülettel kezdenünk kell valamit. És nem tudom, hogy hogyan, hogy honnan. Le van zárva meg minden. Lehet, hogy ez csak a Greg vonalon van rajta. Mindkettő helyes igazatok van nektek. Hey, szia! Hey, haver! Te? Most itt dolgozol? Ja, elég szar. De legalább fizet. Jó volt az a srác, aki mondta, hogy visszajön, mert kirúgták az építkezésről talán. Kérdés. Hogyan fér be erre a helyre egy egész konyha? Hát alig. És mit csinálsz itt? Én vagyok a karbantartó, meg a grillman. Én szoktam felmosni, meg én főzök. Egyszerre? Igen. És nem is mondott neki utána semmit. Ez jó volt. Na jó, menjünk. Menjünk, nézzük meg, hogy mi van itt a parkolóban, ahol Germ szokott kint lenni. Ott áll egy rendőrautó. Hello! Mi a helyzet, kölyök? Sniff. Most vagy szagolgat minket, vagy cipog. Furcsa szagod van. Miért van itt a nénikém kocsija? Ez a te nénikéd? Hát, igen. Ez furcsa. Ez azt jelenti, hogy akkor te ilyen fél zsaru vagy? De sosem fogsz engem félig elkapni. Fél zsaru. Ha, mondta közben Charm. Nem tudom, hogy mit csinálnak amúgy ide fent. Amúgy voltál a Harfesten? Á, nem. Már túl vagyok ezen. Király. Elég furcsa volt ott. Furcsa idő. Olyan rosszul furcsa igazából. Hát az egy garantáltan furcsa és rossz időtöltés a Harfestre járás. Ja, igen. Azok az emberek tegnapról még mindig itt vannak? Nem tudom. Nem vagyunk ilyen jó barátok, vagy ilyesmi. Ja, igen. Nem is gondolom, vagy nem tudom, hogy miért gondoltam, hogy tudod, hogy itt vannak-e még.
Csak arra azon gondolkoztam, kíváncsi vagyok, talán találkoztak valaha Casey-vel odakint valahol. Megkérdezhetem, meg szoktam kérdezni. Utálok gondolni rá, hogy arra gondolni, hogy odakint van teljesen egymagában. Oké, Casey amúgy kemény, jól van ő. Amikor el kell tűnnöd, akkor el kell tűnnöd. Úgy érti, hogy amikor meg kell lógni, el kell menned egy helyről, érzed a késztetést, hogy eltűnj onnan, hát akkor el kell tűnnöd onnan. Ja, gondolom. Na mindegy, majd találkozunk a próbán. Figyelj, azt mondja, real talk következik, igazi beszélgetés? Tényleg szeretsz minket nézni, miközben próbálunk? Ja, nem vagytok jók, de igen. Nem az én stílusom. Miért, mi a te stílusod? A black metal. Egy kis ilyen trash fűszerezéssel. Micsoda? Hip-hopban? Hogyan? Hogy húzta azt össze? Én kedvelem a Witch Daggert, azok elég metálak. Az ilyen doom shit, ugye? És most eldudolja, aha, totálisan. Mi van? Szóval, volt egy alkalom, amikor egy fickó egészen hazáig követett. A sínekről. Várjál, és mit tettél? Hát, ez valami éjszaka volt még a nyár során, és a szemem sarkából folyton így láttam őt, vagy látni véltem ezt a csávót, aki így kikanyarodott utánam a parkolóból, és elkezdett creeping up the hill. Hát magyarul nem mondunk ilyet, hogy felijesztősködött magad a dombra. Tehát kb. Ilyen 50 lábnyira volt mögöttem. De nem akartam ránézni, tehát így élesbe ránézni. És aztán inkább az erdőn keresztül mentem, leültem egy fához. Kezdett sötétedni, és láttam, ahogy ott áll az úton, arra vár, hogy lejöjjek arra a fáról. Jó Isten! És mit csináltál? Miután besötétedett, lemásztam, és aztán felszaladtam a dombra rohadt gyorsan. Wow. Ja igen, az is egy ilyen furcsa és nagyon rossz idő volt. Most nagyon mérges vagyok, mondja mi. Ja, vágom. Akkor szia. Beszéljünk csak Mollyval? Mit csináltál te itt kint a múlt éjszaka? Hát láttam valakit, aki elrabol egy gyereket. Mondd még egyszer, mit láttál? Valakit egy ilyen nagy régi kamádban, valakit a vállára vetve. Aha. És idáig üldözted őt, ugye? Igen, és aztán eljutottam a kerítéshez. Mire eljutottam, addigra ők már ott voltak az erdőnél. Oké, köszönöm mi. Tudtam, hogy csak így lehesegeti magáról. Vagy hát tegeződve mondja mi. Figyelj, nincs bejelentés eltűnt szeméről mi. És az a dolog pedig meg szokott történni, amikor egy gyerek eltűnik, vagy valami ilyesmi Harfestről. Szóval mostanság volt 6 hívásom is, hogy túl későn mennek haza a gyerekek, és lenne jelentés erről. Hát én ezt most jelentem be, ezt itt bejelentem. Ez egy bejelentés, mondja mi, de nincs is lyuk a kerítésen. És? Szóval, ha csak nem valaki át tudja ugrani ezt a dolgot, miközben egy tini van a vállán, aki nem lett bejelentve eltűntként, van valami teóriád erre? Valami elméleted mi? Hát lehet, hogy megkerülték a kerítést, hát nem tudom mi. Ez egészen a parkoló széltében elmegy ez a kerítés, majdnem elér a sinekig is. És hogyha ott mentél mögöttük, vagy ott üldözted őket, akkor ilyen csodamódon hogy kerülhetett a másik oldalára? Fél éjszakát szaladgálással töltöttem.
ilyen tini baromságok után járkálva, az emberek pedig mindenféle, mondjad már, ruhaszárítóktól, meg zajoktól rettegtek. Nagyon mérges most, ami... Szóval most kikoffolni, az mit jelent, hogy próbál elindítani egy horror mozit? Inkább lerázás, nevezest haza? Mi? Mire gondolsz, Lilian nem há? Nekem mondod? Felemeld a fejed, határozottan sétálsz, lámpák és kamerák alatt maradsz, telefonálsz, legközelebb egy nyitott étterembe, kocsmába, rendőrségre, stb. Besétálsz. Ezt kell csinálni, hogyha azt gondolod, hogy üldöz valaki téged, vagy creepel, vagy ilyesmi. Ha egy 8-szor akkora ember követ, szerintem ezen te se agyalsz, de ha egy kisgyerek, az úgy más. Senki nem hisz a lánynak, aki látta a kísérteted. Erről szól ez a horrorfilm. Hát vannak rossz híreim akkor számodra. A zsaru mindig meghal. Sajnálom, most már akkor kísértetről beszélünk? Bocsánat, most már kísértetről van szó? Hát valahogy átment ezen a kerítésen. Mi most komolyan mi? Nem, igen, nem tudom. Nagyon fáradt vagyok. Ja, én is pontosan ezt gondoltam. Legalább megnézed majd az erdőt. Mi? Én és Dan McConnell ott voltunk fent ma reggel. Amiatt, amit tegnap este mondtál. Egészen a kerítéstől a régi bányáig mentünk. Találtunk néhány tinit valami undorító matracon. És láttunk nagyon aggódóan kinéző szarvasokat, őzeket, és aztán az egyik szarvasvadászt is láttuk túlkorán odakint. Az nem lehet. Hát pedig ennyi. A rendőr mindig meghal. Olyan hülye ez, ami. És tényleg nincs ott senki. Engem egyszer követett egy kisgyerek, nem jöttek érte a szülei időben, és félt egyedül. De aranyos. Segítettél neki? Remélem igen. Buszmegállóban maradtam vele, nyilván biztosan biztos telefon kéznél volt, utána kiderült, hogy ismerem a szüleit. Ó, ez tök jó. Ez egy kisváros, ahol laksz? Hát akkor szerintem menjünk, nézzünk be Greghez, és indítsuk el a próbát, mert úgy tűnik, hogy mást már nem tudunk csinálni itt. Minek nincs semmi baj, csak elment a nagypatikába? Mire gondolsz, Szempeti? De csá, haver, mi a helyzet? Hosszú éjszaka, furcsa éjszaka volt. Szia, Snipi. Mi a helyzet? Majd elmondom a próbán, jó? Király. És mire készülsz? Hát, gondoltam, mehetnénk próbálni. Ja, csináljuk. Akkor most nagyon oda kell tennem magam. Lehet, hogy most nem is játszunk egy számot sem, hanem csak előadjuk a sztorit tegnap estéről a barátainknak. Na hé, haver, jó vagy, elég fáradtnak tűnsz, mondjuk Gregnek. Fenn voltam egész éjszaka. Éppen a tetőajtót javították, és szuper hangos volt. A tetőajtó? Hát igen, a lépcső tetején lévő ajtó, ami kimegy a tetőre. Na és... Most pedig... Attól az ajtótól le tudok szaladni egészen a lobbiba? Vagy onnan fel a tetőre? És az épület oldaláról le tudok vizelni? Talán nem. De mi állítja meg az embereket? Micsoda? Hogy ilyet csináljanak? Hogy ők is ilyet csinálják? Nem értem. Most mi a problémája Gregnek? Hogy mások fognak felmenni a tetőre és onnan fognak levizelni? De rendben lesz. Bocs, csak fáradt vagyok. Na, oké. Na, és mehet? Ja, csináljuk. A Pumpkinhead Guy című szám következik. Ez hülye. Ez nagyon nehéz. Jézusom. Az X-et nem szabad a háromszöggel párosztatni. Hát az átellenben van.
Nem jó az így, csak hogyha más kéz... Várjál. Á, ez nem megy így. Tehát el kell engedned a kontrollert és felülről nyomnod. Meg a seggem. Mi ez te? Né, mikbe vagy? Ez szar volt, mi? Ó, mi? Hát ez... Igen, igen, elég szar volt, mondja B. Szó szerint nem ismerem ezt a dalt. Wow. Ja, nagyon gyors volt. De meg csak megnyomtál egy gombot, mondja May B-nek. Annyira fáradt vagyok, mondja Greg. Ja, addig üvöltött Angus, hogy kicsit meghúzta a hangszalagjait. Király. És most nagyon husky lesz a hangom. De gondolom olyan lesz, mint egy husky. De ez lehet, hogy egy melléknév az angolban. Rekett az, igen. Mondjuk a huskyk is nagyon rekettek, nem tudom mennyire halljátok őket. És amúgy azt sem tudom, hogy álmok-e ezek, vagy sem, mondja mi egy történetet befejezve, vagy folytatva. Ez a fickó pedig, akiről azt gondolom, hogy kísértet volt, elrabolt valami gyereket, és azt is gondolom, hogy a fejemben volt később, miközben aludtam, és szerintem most csinálnom kell valamit, mert ez ijesztő. Én rekett vagyok. Neked ez a fixa ideálod, Zoli. Én nem vagyok rekett. Nekem ilyen a hangom. Minden este ilyen. Ne haragudj, de ez van. Évek óta mondogatott, pedig nem történik meg. Na mindegy. Hát erre nem számítottam, hogy ezt hallom majd ma este, mondja B. Jól vagy, haver? Aha. Persze. Nem, mint hogyha kezdeném elveszíteni az eszem, vagy ilyesmi. Valószínűleg nem egy kísértet volt, mondja Angus. Igen, valószínűleg nem. Ja, egyértelmű. Na jó van, majd megyek, aztán kitalálom egyedül. Ja, ne legyen már ilyen, mondja Greg. Itt vagyunk neked mi. Haverok. Oké, jó van, szóval. Talán el kéne mennünk megnézni, hogy van esetleg valami szellemekről szóló dolog, vagy hogy ilyen kísérteties dolog történik itt a környéken, vagy történt-e olyan forrásból, amiben megbízhatunk. Például az újságban nincs ilyen kísértett szekció? Kérdezi mi? Mi ez most, hülye kérdés? Igen, mi ez? Nagyon hülye kérdés amúgy. Elmehetnénk mondjuk a könyvtárba, mondja erre B. Hát ilyen könyveket nézni, ami erről szól? Nem, hanem ott archiválva van a helyi újság. Egy egész évszázadra visszamenőleg. Szóval ha esetleg van valami titkos történelem, a emberrabló kísérteteknek a története, akkor ott valószínűleg megtalálható lesz. Wow, nem is tudtam, hogy van ilyen. Azt hittem, hogy ez csak egy ilyen... egy csomó ilyen régi könyv, ilyen lepusztult szar, érted? Mikor volt az utolsó alkalom, amikor te a könyvtárban jártál? Mert nekünk amúgy egészen király a könyvtárunk. Ó, az hogy lehet? Hát mert van egy gazdag fickó, vagy volt egy gazdag fickó, aki kifizette akkoriban, régen. Csináltak egy alapítványt, és nem érti mi az egészet. Mindegy, menjünk. És utána összegyűlhetünk majd még egyszer? Ja, persze, mondja Angus. Oké, akkor majd visszajövünk. Wow, kísértetek. That's the spirit, azt mondja. Ez aztán a lelkesedés, csak hát a spirit az ugye egyszerre szellemet is jelent.
Micsoda szóvic. Megyünk a könyvtárba. Kísértetek után nyomozni. Ez a mural ez? Hogy került ide? Nézd, munkák. Vagy hogy állások. Furcsa. Amikor ezt festették, az olyan volt, hogy én nézse ki az ablakon. Mindannyian dolgozunk. A dolgok nagyszerűek. Most pedig olyan, hogy az egyike a graffiti freskóknak... Micsoda? Nem. Tehát az egyik arról szól, hogy valakit lelőnek, vagy elütnek egy autóval. Mi van? Miről beszél? Figyelj, ez a freskó nagyon nagy hatással van rád. Elfelejtem, hogy más valóságokban létezünk mi, mondja B. Az enyém az egyértelműen jobb. Szia, Toki, Taoma, 01, sziasztok, lesz-e Genshin Impact a mai streambe? Igen, csak nem az én csatornámon. Azt kell beírni, hogy twitch.tv/Genshin Impact, és ott biztos találsz egy csomó csatornát. Le is rajzoltuk a fickót, aki... Pumpkinhead Guy, akinek eljátszottuk a számát. Ez volt az eddigi legnehezebb szám a játékban, nem is láttunk még ilyen nehézséget soha. Szia EcoForge Media, szia Bloody, hogy vagytok, mi a helyzet? Hey! 2 órán belül zárunk. Oké, király. Van ötlet, hogy hol van a mikrohal? Micsoda? Mikrofish. Nem mikrofish. Mikrofish, mondja B. Mikrofish. Harmadik emelet. Oké, köszönjük. Tehát akkor fel. Lassú este van? Jaja. Nem ijesztő itt egyedül? Én biztos, hogy beszarnék. Larry is itt mászkál a környéken valahol. Larry? Ki az a Larry? Szóval fel kell mennünk a harmadikra, és a mikrofish, így hívják azt a berendezést, amiben az archívumot megnézheted. Ez az első emelet. Larry lehet a házi kísértet? Lehet. Kiegészítette a streambe plusz... Mit csináltál? Jó éjszakát, Bloodin. Tűnik, hogy valaki... valamit megnyitva hagyott ezen a gépen. Ez egy... önéletrajz? Bob Targ. 1967-ben született. 50 éves. Na nézzük. Tapasztalatok. Bányászat, építkezés, kútfúrás. Sosem gondolnék arra, hogy... öregkoromban munkát kelljen keresnem. Figyelj, 50 évesnek lenni az nem olyan öreg. Úgy értem, hát akkorra már lennie kellene pénzednek, nem? Hát ideális esetben igen. Ilyen garantáltnak kellene annak lennie. Általánosan garantáltnak kellene lennie. Akarsz csatlakozni a fiatal szocialista beszélgetős csapatomba? Kérdezzük B tőlünk. De fiatal szocialisták, hát persze, öregkorára mindenkinek legyen pénze. Fogalma nincsen mének arról, hogy hogyan jusson el egyáltalán úgy, hogy egy kis pénze legyen, nem hogy öregkorára meglegyen, érted, az 50 éves korára el legyen látva. Szent szar, mi van? Ez charity berity. Mi ez a charity berity? Hogy lehet, hogy nem ismer egy charity berity? Gondolom ez akkor valami iskolás dolog, vagy onnan származó? Hát 5 éves korunkból származó. Oké. És akkor ez egy olyan dolog volt, amit kedveltél, amikor még gyerek voltál? Nem. Gyűlöltem Charity Berityt. Hát igen, tényleg olyan gyűlöletesnek látszik már, mint hogy így olyan utálható feje van. Olyan volt, hogy... olyan volt, mint hogyha elrabolt volna egy szekta. Oké. És aztán kb. Így kimosták az agyadat, ahelyett, hogy valami szektás fickó egy ilyen hullámos törrel, meg ilyen mágikus maszkkal, ez mindegy, igen, folytasd. Szóval ehelyett egy ilyen kicseszett rózsaszín rémálom volt az egész. És te féltél tőle? Nem, a halálba. Nézd, mozgatja a fejét. Halálba untatott.
Örökön át beszéltek arról, hogy milyen kedvesnek lenni másokhoz, és nem tudom, segíteni az öreg szomszédodnak a motorblokkot megjavítani meg. Hát ez kedvesnek hangzik amúgy. Charity Barity segít az öreg Mr. Plonkónak megjavítani a hovercraftjét. Nem, ez a legrosszabb része, hanem mindig rímekben beszéltek. Charity Barity, Pink Night Merity. Nagyon jó. Charity Barity. I just don't care it. Jaj, ne! Ezt nem is tudnám lefordítani, de zseniális. Rengeteget csináltak ezekből a könyvekből. Szerintem még mindig csinálják őket. Ez elég idősnek néz ki, öregnek. Charity Barity, Danger Everywhere Itty. Mi az, hogy végig is disconcerting? Krokodil harcot meghagyom nek... Mit csinált? Mikbe vagytok ti ott közben? Mert le vagyok maradva azzal, miket beszélgetek. Szia, Filvi! Lemaradtam az eléről, itt van Lukrécia, a frakka a macskák réméből, egy könyvtárban egy krokodillal. Miért vagy... Kísértes sztorikat szeretnénk vizsgálni, hogy a környéken van-e emberrabló kísértetről az elmúlt 100 évben bármi feljegyzés, ezért eljöttünk a könyvtárba. És akkor most itt megnéztünk minden Charity Barityt, és mehetünk is fentebb még egy emelettel. A harmadik emeleten lesz az, amiért jöttünk. Mindenféle cikket el lehet olvasni majd a Microfiche-ről, ami egy ilyen mikrofilm olvasó berendezés. Jai felvilágosított bennünket. Hát így szokták archiválni a dolgokat, hogy ne foglaljanak nagy helyet. Mert ugye nyilván, hogyha minden újságot, minden kiadványt eltennének, előbb-utóbb nem lenne több már a hely. Itt aztán jó sok por van. Nem, itt minden nagyon öreg, régi. Az biztos is, talán a kísérteted is itt van fent? Igen, a kísértet. Vagy valami. Akármi is volt. Átment egy ilyen szöges, nem szöges dróton, mi az? Drautkoszorún. Amúgy drótkerítésre gondol. Vagy keresztül, nem, így átszállt fölötte. Vagy valami ilyesmi. Miközben hordozott valamit, tehát hogy rajta volt egy más. Drautkoszorú, igen, Jai, jól mondod. Oké, hát ez aztán még jobban lenyűgöző. Szóval most megtaláljuk ezt a fickót, mert elrabolt valakit. És ő valahogy kapcsolódik ehhez a dologhoz, amin én is keresztül megyek, és az nem túl jó. Ez sokkal bedesszebbnek hangzott a fejemben. Minden ember jó volt így. Szedem felfelé a fonalat? Jól is teszed. Láttad az utolsó epizódot, Philby? Ott van a Microfiche. Microfiche. Na, itt is vagyunk, király. Szóval... ötletem sincs, hogy kell ezt használni. Tényleg? Nem tudhatom, hogy hogy kell csinálni mindent. Sajnálom, de... amúgy... az expertíz az az, amiben nagyon jártas vagy. Ez egy jártasság talán? Tehát, hogy mi az, amiben nagyon király... Sajnálom, de mi az a jártasság, ami ilyen messzire hozott szakértelem, igen, minket? Tehát, hogy ami benned lévő szakértelem, ami ilyen messzire jutatott minket. Ez az egész dolog az én ötletem volt. Nem, a te ötleted az volt, hogy menjünk szellemekre vadászni. Az én ötletem az az, hogy hát legalább egy kicsit utassunk a dolog után. Mármint, hogy így csináljunk egy könyvtári kutatást, érted? Szerintem, vagy hogyha szerinted ez ennyire nagy hülyeség, akkor miért vagy itt, kérdezi Mé. Azért, mert a barátom vagy te segjük, mondta B. Na jó, és akkor most barátok vagyunk. Az annyira hülye ez a mély. Na jó, akkor hadd intézzem össze, hadd állítsam be. Itt leszünk egész éjszaka, hogyha te fogsz itt most vezető pozíciót betölteni. Hadd üljek fel, várjatok. Ja, szóval mit is keresünk? Én akarok kormányozni? Nem.
Mozog, menj onnan, mert én kormányzok, mondja mély neki. Érdekesek találta, én se láttam még ilyen gépet. Szia Luden! 1000 éve nem látunk, hogy vagy mi a helyzet? Úristen, mély! Jaj, sajnálom. Oké, akkor hogy kell csinálni? Első lépés. Nézz a képernyőre, második. Mozog és néz dolgokat. Harmadik lépés, találja kísértetet. Igen. Volt egy tragédia a Stafford bányában. Egy robbanás történt, 6 óra 20-kor a Stafford mineban. Ez érdekes, de... Igen, nem kísértetről szól. 3 embert húztak ki, élve 20 halott mellett. Oké. Ó, a városközpontban ott van egy új bolt, az All Pickax Hardware Store. És nagy nyitó ünnepséggel nyit meg szombaton. Itt biztos, hogy nem tám kísértetet. Ahogy a kísértetet mondod, az úgy hangzik, mintha nem hallanál, vagy nem hinnél nekem. És akkor itt írnak arról, hogy Roy Burge 25 évnyi tapasztalatot hoz ide, és mindenféle dologgal feltöltötte, szegekkel, csavarokkal, eszközökkel, szerszámokkal a polcait, ami egy projektre kell. Igen, nézzetek be. Lehet, hogy az All Pickax-t ők megvették? Tehát látod, mert nem ők nyitották. Más a nevük. El vagyok minden jó, egészségem tökéletes. Nagyon helyes. Maradjon is úgy. Strike. A Stafford Mine-ban strike-oltak. Leállították a munkát. 8 órás váltásokban strike-olnak az emberek. A feleségek és a gyerekek ételt visznek, meg vizet a férfiaknak. A főnökök állítják, hogy a bányák biztonságosabbak, mint egy évvel azelőtt, és nem kell, hogy így viselkedjenek. Jó. Ó, a helyi kísértet, kicsi Joe. Már megint rajta van a dolgon. Mármint, hogy már megint problémákat okoz. Oda néz. A temető. Az jöhet nekem, mondja B. Értem, hogyha kísértett cuccok után kutatsz, akkor ott nagyon sokat készítenek belőlük. Úgy tűnik, hogy látták a régi részén a temetőnek, az ótemetőben, vagy valami ilyesmi. Király, ott is van a sírja. Szóval ez most érdekel engem nagyon. Hát hogy lehetnél nem érdekelt ebben, kérdezi mi. Olvassuk el? Szóval Possum Springsben van egy lakos, aki nem fog megjelenni a census survey-n. Ez ilyen izé lehet? Népszámlálás? Valami ilyesmi? Nem tudom. Kicsi Joe. Joe Shade-nek a kísértete? Egy bányász kísértete, aki meghalt titokzatos körülmények között egy évtizeddel ezelőtt. Azt mondja, hogy ez a kedvenc ilyen rémtörténet itt a helyi közösségben. Igen. Szóval a tiniknek egy ilyen kedvelt helye az ő sírja, ahova oda járnak, és a Possum Springs-i városi tanács fontolgatja, hogy egy vaskaput állítson fel, hogy megvédelmezzék ezeket a régi kriptákat, sírokat. Aha. Jó, és a rendőrség ott őrjáratozik a környéken, úgyhogy vigyázzatok. Lehet, hogy nem láttok kísértetet, de lehet, hogy kaptok birtokháborításért egy jó kis csekket majd. Erről szólt ez a cikk kb. Ezben olvasok ott is nyáron 4. lett a csapat Le Manon. Az nem semmi. Na jó, hát ez tényleg ilyen kísértet, veszélyes kísértet dolog. Kedvelem a történelmet, mondja B. Hát igen, a kísértetek is amúgy történelmek. Történelem, ami nem akar történelem maradni. Haha, igen, ez elég király. Ahogy mondod. Jó, egy már van, egy nyomunk már van. Föld alatti gázok vannak hatással itt nagyon sokakra. Az annyira nem. Samuel Carlson 10 hektárnyi földet vásárolt. Igen. Újra megy a strike. Spektrális történések Possum Jump-ban. Szóval volt 2 túrázó Possum Jump-nál, és a szerelmesek ők, egyébként szerelmesek szerint 11:45-kor este egy fickó megjelent, és lesétált a dombról. A nyílt
levegőbe, aztán eltűnt. Tehát, hogy így nem lezuhant, hanem így, így a szakadék színén így lesétált és eltűnt. És az erdészet dolgozói a következő reggelen nem tudtak semmilyen bizonyítékot találni arra, hogy bárki leugrott volna ilyen hatalmas magasságból. Ezért a természete ennek a dolognak még mindig rejtély, amit ők láttak. Aha, történelmi fontosságú hely, gyönyörű, van ott valamilyen vízhang, víztározó, stb. Várjál csak! Történelmi fontossága van, mert itt vannak a magányos sírjai néhány személynek, akik a hosszú mészárlásban vettek részt. Hoppá, oda nézzenek, igen. Úgy tűnik Possum Jump? Adom a sevel? Possum Jump lesz az, oké. Okay. Az a State Parknál van, ugye? Ott fent, igen. Voltál már oda fent? Nem. De meg fogom nézni. Őrület, valószínűleg Mrs. Miranda házától kb. Egy mérföldre van, vagy valahogy így, fent a dombok között. Nagyon sok minden van ott fent, mindenféle dolgok vannak oda fent. Hát, azért megpróbálom elkerülni a pincéket majd, meg a férjek tetemeit. Mit jelent az, hogy co-signed? Azt hogy írják? Nem, hogy írják. Várjál, ez nem. Micsoda Magyarország? Megütött a szemem. Azt mondja, hogy a végső csapata a testeknek az 1888-as robbanásból ki lettek szedve? Várjál. Hát ez azt jelenti, hogy ez az öt fickó, akit most szedték ki a tetemeiket, ezzel most már 112-re nőtt a halottak száma. Kettő a fickók közül, Edison Pine és Henry Harvey voltak azok, akik robbantottak, habár a bánya főnökök, tehát a vezetőket informálták, hogy vannak ilyen gáz zsebek, az nem tudom, hogy magyarul is zsebe, de szerintem nem, azon a környéken. Nem informálták erről Pint és Harvey-t, hogy lehetséges veszély van. Másik három test, Peter Bledsoe, Christian Stanoff és Peter Lajta. Testei Lajta Péter? Ó. És Lajta Péternek a temetése, ez majd Litiz atya által lesz intézve, mert a férfinak az özvegye azóta visszatért Magyarországra kettő árvával. Ez tök jó! Meg vagyunk említve a játékban. Ez valami fogról szól, ez kell nekünk? Mének nagyon tetszik ez a sztori. Olvassátok el a YouTube-on, hogyha szeretnétek. Én ezt már lefordítottam az előző végigjátszásban, most nem akarnék még egyszer. Hosszú mészárlás. A Stafford Mine-nál. Ez esetleg? Ebben nincs kísértet. Oké. Okay. Események vannak. Spectral happeningek. Ez gondolom nem az. Így sincs. Ó, várjál, igen. Valamilyen új historical society, ez valamilyen történés csapat, ilyen összeverődés, a Possum Springs-i történelem társaság, valami ilyesmi lehet. A Schreigeist házban vannak, ez az ő új főadiszállás, edukációs központ. Aha. Ezt meg kellene nézni. Arról beszél, hogy többé nem megyek már, a tiltott területre nem megyek fel a második emeletre sem. Csak az irodába járok be. Tudom, hogy a többiek nevetnek, azt mondják, hogy látom kicsi Joe-t vagy ilyesmi. De bekaphatják. Erről szól ez a cikk. Tehát akkor ott a kicsi Joe egy helyi kísértett történet, ami népszerű. Vált néhány évvel ezelőttről a Possum Springs történelem társaság nem kommentálta Mr. Nassami-nak az állításait. Aha, szóval azt mondta ott egy öreg, hogy van ott valami, oké, okay. Ez jó lehet, ezt megnézhetnénk. Magyarországon is játszik, hogyha meg volt említve, dehogy is. Hát most olvastam fel, hogy az özvegye visszatért a férfinak, a bányásznak, aki meghalt Possum Springsben a bányákban. Oké, okay, szóval, hogy ilyen történelmi társaság?
történelem, mi nem akar történelem maradni. Az egy történelmi hely, az kell nekünk. Igen, igen, még sosem voltam ott. Mi? Nem voltál iskolában sem jelen? Hát szerintem... Ez akkor történt, amikor nem voltam iskolában. Softball incidens után, ugye? Hát ja, akkor én inkább tévét néztem, meg terápiára jártam. Hát szóval ez a hely egy eléggé király régi ház, ami a régi ilyen bányatulajoké lehetett, vagy valami ilyesmi. Tudod, sínek mennek, bánya, egy ilyen acél, mondjad bár micsoda, mill, valami ilyesmi. Tudod, aminek ilyen lapátjai vannak és fújja a szél. Devtor, nagyon szépen köszönöm neked a 34. egymást követő feliratkozásodat. Köszönöm szépen a támogatást. Hogy vagy, mi a helyzet? Malom. Acélmalom. Van ilyen szó? Szóval egy tényleg kísértett ház? Egy kísértett járt a hely? Nem. Általános iskolás gyerekek vannak ott folyamatosan, és ilyen nyári, gondolom ilyen művésztáboruk vannak, meg ilyen barkács programok ott, meg ilyenek. Azért még megérné megnézni. Na jó, akkor 3 nyomunk van, úgyhogy mehet is. Let's boogie. Ennyi lenne? Igen. 3 nyom, megvan mind a 3. Mi Borowski kísértett nyomozó? Na jó, menjünk már, mondta közben mi. Steel mill az igazából acélmű? Érdekes, nem? Na, szóval vannak most már nyomaink. Kölcsön vehetném erre a hétre a kocsidat? Egyáltalán van jogosítványod, úgy értem nincs. De... Mi? De hogy van jogsim? Nem, nincs. Nincs jogsim, nincs bankkártyám, vagy hitelkártyám, nem hiszek a pénzben. Te inkább más emberek autóiban és pénzében hiszel. Nem én választottam, hogy beleszülessek ebbe a társadalomba. Mondtam, mi Borowski. Mokibot, mit művelsz? Jó, hát nekem van egy ilyen, tudod, ilyen munkám. Szóval nem tudok elvinni egyszerre mind a 3 helyre. Talán a temetőbe igen. Amúgy is oda kell mennem. Király. Akkor megkérdezem Greget, hogyha akar-e menni a másik 2 helyre. Tudod, ezek a lájkok összekeverik az embert rendesen. Mármint, hogy nem kéne, hogy ilyen sokat mondjanak, de tényleg amúgy így beszélnek, nagyon sok lájkot raknak bele. Nem is tudom, hogy magyarban mi lehet ez a helyettesítő szó. Nem az izé, hanem valami gyakorta használt szó, amit beleraksz a mondatod, minden mondatba beleraksz, és tök felesleges időkitöltés, amíg a következő gondolatodig eljutsz a mondani valódban. Őzünk! A mint az oké, de magyarban nem mondasz ilyet, hogy mint ez, vagy mint az. Valami káromkodás lesz a magyarban? Az is lehet, igen, igen. Vagy őzés, igen. Van is egy nagy streamerünk itt Magyarországon, aki világrekorddel az őzésben, ne tudd meg. Annyit tud mondani, én a múltkor majdnem leültem, hogy elkezdjem rubrikázni. Iszonyat kemény. Szerintem egy mondaton belül is van neki 3 je. Nagyon ügyes. Hát, na... Szóval, tudod, nekem valószínűleg ezt nem kell mondanom, de csak azért, mert valami történt a múltban, ez nem azt jelenti, hogy meg fog történni még egyszer. Engem is triggerel nagyon. Hey, nerd, hallottad már, hogy a történelem ismétli magát, mert ismétli is ugyanazt a dolgot újra és újra ismétli. Szóval akkor folyamatosan egy ilyen karikában éltünk, és körbe-körbe jártunk, mióta a barlangokban éltünk még akkoriban, szóval érted? Igen, ez tudomány. Ó, jó Isten, mondja Bi. Mi teljesen hülye. B plusz jutott eszembe, mint töltelékszó. Á, de az... nem kifejezetten vulgárisak ezzel. Aha. Köszörüli meg a torkád. A fickót előttünk. Mi ez? Az Miss Kelsey? Wow, nem láttam őt a érettségi óta. Mindig elég badass volt az öreg asszony. Szóval nem pénzelte a School District azt a művészeti programot egyáltalán, amilyen volt, de működésre bírta. És...
olyan volt, mint valamilyen művészettanár túlélőgép. Valami ilyesmi. Nekem fel sem tűnt. Szerintem igazából üres üdítős dobozokkal, meg ilyen micsoda a string? Mire gondol a string alapján? Darabkáival, ilyen húrok darabkáival, de a lényeg, hogy szarral sem fizetik meg. Nem vulgáris már, ezért most a G megy a kötőszónak, az már sem lesz vulgáris. Az mindig is az marad. A hallod? A hallod is az lehet, meg a tesomsz. Valaki sokszor mondja, én is szoktam a hallodot mondogatni. Siófok, nagyon szépen köszönöm, hogy előfizettél a csatornánkra. Ebben a percben még az alertet is megelőzted. Köszönöm a megelőlegzett bizalmat, és hogy ilyen sokat ide jársz hozzánk. Nagyon örülök neked, és remélem, hogy sokáig tudok olyan tartalmakat mutogatni itt minden este, ami tetszeni fog neked később is majd. Valamikor beragad valakinek valami például ismerős a múltkor, hogy más ne mondjak. Hogy más ne mondjak? És ez volt minden második mondat előtt a bevezető, hogy más ne mondjak. Más ne mondjak. Meg a izé, röviden, tömören. Röviden, tömören. Na jó. Szóval köszönjük, eljöttetek mindannyian erre a második találkozóra. A Possum Springsy. Fú, ez valami költőtársulat. Akarsz maradni egy kicsit? Megnézzük. Persze, megnézzük, hogy ne. Szóval ma este hoztam néhány verset, sajátjaimat, meg Fisherman Jones-t, meg Selma Ann Forrester is itt van. Ez a Fisherman Jones, ez az, aki lent szokott lenni a Tunnel Fish-eknél, ugye? Az alagútban. Selmers-t megismerjük. Selmers az igazából Selma, most már ezt is tudjuk. Jó, akkor én indítom el ezt a mai estét az egyik saját versemmel. Ő valami nagyvárosból jön, nem? De most amúgy nem izé szarral fizetik igazából, ugye? Olyan hülye ez, ami... Tehát ilyen string... A string az micsoda? Az egy ilyen fémhúzal. String, egy húr, egy... Nem tudom, mire gondol. Igen, mi. Szó szerint azzal fizetnek neki. Jó, csak vicceltem, mondja mi. Ja. Nya. Ez egy levél a legrosszabb tanulómnak. A legrosszabb tanulómnak. A történetem alanya, akiről beszélek a barátaimnak otthon, amikor megkérdezik az életről a dolgokat idekint a izén, azt te vagy. Aggódom az életem végén, hogy te lesz az egyetlen dolog, amire emlékszem majd. Miért karcoltad össze a kocsimat a kulcsoddal? Tudom, hogy te voltál az Brian. Ez annyira hülye. De miért ír ilyen? Mindegy. Köszönöm mindenkinek. Szia, Bladni, jó éjszakát. Szegény Miss Kelsey. Hát de legalább így egy kicsit ki tudja engedni a gőzt. Oké, következik Fisherman Jones. Neki is van egy... Én azt hittem, hogy ő a Fisherman Jones amúgy. Neki is van egy verse. Kettő, amúgy kettő is van, de rövidek amúgy. Kettő vers, na, jöhet is. Sziasztok emberek, nagyon köszönöm. Ezt úgy hívják, hogy alagúti angolnák. Alagúti angolnák. Alagúti angolnák. Nem tudom, hogy milyen érzés a sötétben lenni folyamatosan, sárban születni, meg a hát ilyen sikamlós, csuszamlós, masznagos izében, az iszabban felnevelkedni, de ti sem ismeritek az utat, amiket én bejártam, úgyhogy nem ítélhettek el. Jó, ez volt egy vers, a következő rövidebb lesz, ezt úgy hívják, hogy alagúti békák. Alagúti békák úsznak a sötétben, biztos azt gondolják, hogy mi az a lark? Nem tudom, de valami lark lehet az, hogy fishermannek lenni, mint én. De mit tudtok ti, amfibiek? Az amfibi az a kétéltű? Meg kusolyán mókibot meggyilkolnak. Ólálkodik? Nem, az lurkölni. A lark az valami... Én sem tudom. De ez a fickó, ez kitalál szavakat. Tehát a múltkor is azt mondta, hogy... Nem azt mondta, hogy honey, I'm home, hanem hogy horm. Mert úgy jött ki a rím, hogy... Ormra kellett volna végződni a home-nak. Az egy madár? Az is lehet. Na hát ennyi lett volna.
Ez amúgy angolul nyilván vicces, csak hát magyarul nem lehet átadni. Ez nagyszerű volt. Nagyon szépen köszönöm, Fisherman Jones. Halászember János. Így még nem is gondoltam rá, hogy ő a halászember János. Szóval ez a fickó nagyon aggódik arról, hogy mit gondolnak róla a halak. Igen, az az alagút engem is mindig megijeszt. Na, és most pedig Selma N. Forresternek a verse következik. Yay, Selma! Köszönöm, mi. Te ismered őt? Persze, hát figyelj már, haveret, ez a te szomszédod, ez a lány. Ó. Írja ezeket a nagyon funny, rövid. Selma egy lány? Hát mi a fene lenne? Hát mit gondoltál? Hát hogy lehet nem tudni Selmersről, hogy lány? Selma a neve, Selma N. Szóval mi az, hogy dorky? Ilyen rövid verseket ír. Oké, akkor én abban benne vagyok ilyen rövid és vicces dolgokban. Ezt úgy hívják, hogy nincs fogadtatás Possum Springsben. Reception? Vagy nincs recepciós? Vagy nincs... Szerintem az, hogy nem várod senki, amikor belépsz ide, nem? Nem téved mondjuk, mondja B. Torok köszülés. Lehet, hogy nem ügyfélfogadás? Még az is lehet. Még akár térerő is lehet. Ja, sok mindenre gondolhat, még nem ismerjük a vers tartalmát. Aha, szerintem térerő lesz az. Szóval, hogy így... Mondjad már, Vév, integetek a fekete telefonommal a levegőben. Olyan, mint egy ilyen flare. Tudod az micsoda a flare? Mindenki tudja, amivel világítani lehet a sötétben. Olyan, mint egy ima, de nincs térerő. Olvastam az interneten Babyface Boy milliárdosról, aki eladott egy telefonos applikációt, több pénzt csinált egy napon, mint az én családom 100 generáció alatt. És többet, mint ami az én egész világomban van. Egy világ, ahol a házvásárlós munkák igazából lakbérfizető munkákká váltak, és ebből az lett, hogy a családoddal élsz munkák. Mi van? Tehát, hogy most azt a... Ez egyébként itthon is tökre megfigyelhető, nem? A szocializmus óta, ahol a nagyszüleink még saját maguknak vásároltak házakat. Szia, Antal Bagály, jó pihenést! Tehát... tudtak maguknak építkezni, területeket kaptak, ugye, telkeket kaptak, telekosztás volt, meg ilyenek, és aztán fel tudtak húzni rá egy házat úgy, hogy 2-3 gyereket felneveltek még mellé, a nagyszüleinkről beszélek, a boomerekről, a baby boomerekről, háború utáni emberekről, meg ilyesmi, és ő is most erről beszél, hogy Amerikában is ott van ez a jelenség, hogy az a generáció ezt meg tudta tenni, utána már csak ezeknek az embereknek tudtak lakbért fizetni, a következő generáció már nem tudott saját magának házakat építeni, hanem bérelték azokat, és akkor utána pedig az jött, hogy már a családdal éltek, inkább az emberek is ott maradtak. Milliárdos fiú. A pénz egy hozzáférés a politikusokhoz, akik azt várják csak, hogy mi meghalljunk. Ólom van a vízünkben, alkohol és fájdalomcsillapítók. Cseréljétek le a munkámat egy applikációval. Cseréljétek le az álmaimat is egy házról és egy kerttel. Vagyis egy házról, kertes házról, aminek van egy kanapéja a pincében. A jövő a tiétek. Mi az az entrepreneur? Ez mindig gondolkozom rajta, amikor ez játék előkerül, sosem tudom megjegyezni egyszerűen. De lényeg, hogy 24/7-ben kötelező vagy, hogy dolgozz. Én csak egy saját életet szeretnék, és egy rohadt kövér paycheck-et. Tudod, ez a check, ami Amerikában lehet látni, inkább itt Magyarországon. Szerintem nem igazán látsz ilyet, hogy valaki csak előhúzza a check könyvét, és kitép egy lapot, és arra ráírja, hogy tessék, ti a 10 000 dollár, itt az aláírásom, és akkor te beviszed a bankba, és neked azt odaadják, ugye? Tehát nálunk Magyarországon ilyet én még életemben nem láttam. Ti láttatok ilyet? Mókibot mondott valamit? Nem semmi. Vállalkozó? Igen. Köszi. Szóval a kanapén vagyok, a pincében, ők pedig a kertes házban vannak.
egy nap felszállok egy buszra, ami a nyugati part felé megy, és felgyújtom a szilikon városukat, egészen a porig rombolom. Mondta Selma, szent szar! Wow, assza mindenin! Ja, tudott rímet találni a vállalkozóra. Egyáltalán nem is tudom, hogy mit jelent az a szó, mondja mi. Köszönöm mindenkinek. Ő mindig ilyen? Amúgy kérdezi B. Nem. Wow. Ha. Köszönöm, akkor már két hét múlva találkozunk mindenkivel. Selmers, mi van? Nagyon szerettem a furcsa versedet. Köszönöm, én magam írtam. Oké, okay, hát... ez most egy ilyen... Valaki azt gondolta esetleg, valakinek az ott a feltevése, hogy nem ő írta a sajátját, vagy... Mindegy, szép munka volt, Smelmer. Nem szeretem azt a nevet amúgy. Ti meg mi a... Miről be... Bocsi. Na, minden oké. Okay. Most már mehetünk, kérdezte Bi. Én ezt nem hagynám. Mit, csúcsú? Már megint unatkozol, az a bajod. Na, szóval kösz, hogy eljöttetek. Hát mi itt lakunk amúgy. Igen, szóval... Megtudtál bármit a kísértetedről? Igen. Nézd, bólogat. Sosem szokott bólogatni. Mondd el nekik, Bi. Volt valami ilyen kivágott újságcikkek, amik ilyen szellemekről szóltak. Nem csak bármilyenről, hanem Kicsi Joe-ról. Nem igazán emlékszem Kicsi Joe-ra. Hát ő egy kísértett bányász. Egy ilyen titokzatos körülmények között meghalt bányász. Wow. Ja, vágom, titokzatos, rejtélyes. Én azt hittem, hogy te így be vagy szarva amúgy a szellemektől. Hát, hogy így izé, tele vagy rettegéssel, meg szarral. Igen, rendesen be vagyok szarva, bólogat mi. Oké. Jó, szóval három darab hely van, amit megnézhetnénk. Hát, nekem dolgoznom kell meg ilyesmi. Ja, Greggel én is dolgozom. Jó, de hát néha azért... El szoktatok jönni onnan, tehát hogy így skippelitek a munkanapokat néha, nem? Folyamatosan ezt csináljátok, mondja mi. Hát talán feloszthatnánk így egymás között. És akkor megoszthatnánk a te felügyeletedet, meg a kísértetedét. Kísértetedét, azt hiszem így van betűző. Na jó, milyen helyekre gondoltál? Kérdezi Greg. Hát ez egyik fent van a temetőben, azt én akarom, mondja B. Közel van és nem illegális. Miért van illegális is? Kérdezi Greg, aki imádja az ilyen helyeket. Az persze, az a történelmi társaság. Tudod, hogy amúgy nem kell, hogy betörj oda, mondja B. Az emberek ott... hát... ott azért vannak fizetve, hogy megmutassák azt a helyet neked. Mindegy. Mondja erre mi. Na jó, én abban benne vagyok, én megyek oda, mondja Greg. Nagy király. Szóval, akkor nekem mi jutott így? Kérdezi Angus. Possum Jump. Én ismerem azt a helyet. Amikor cserkész voltam, oda feljártunk. Tökéletes. Jó, hát akkor most már tényleg haza kell mennem. És dolgoznom kell, mondja Bia. Nagyon király lesz, mondja mi. És amúgy szarásig vagyok rettegéssel, totálisan. Halálra vagyok ijedve. Szia, Shadow úr, hogy vagy, Mizu? Na, és ez volt akkor egy este. Egy titokzatos fog, az meg volt. Ott van Selmers, aki most már nem csak egy költő, hanem egy jó költő. Az a gondolatom, hogyha meghalok, akkor Selmersnek kellene írnia egy verset róla. Mi a helyzet apával? Ja, ezt mondják itt a környéken. Ez jár itt a környéken körbe. Jeppelz. Na jó, szóval te meg anya. Tegnap egy kicsit veszegettetek, úgy hallom. Én azt hittem, hogy amúgy jól kijöttök egymással. Hát jól is jövünk ki, csak volt egy kis döccenés, röccenés. Szia Green Fox! Milyen boldog vagy, 4 éve várod ezt a játékot itt nálunk. Csodálkoztam is, hogy eddig nem kerültél elő. Képzeld el, hogy a YouTube-on már szerintem legalább 3 vagy 4 rész van, és ez most a játéknak a 3. fejezete már, éppen most megyünk a temető felé. Ti ketten mindig túl hasonlóak vagytok. Ja, gondolom.
Én örököltem a te nyugalmadat és az ő, hát ilyen Smart S-Ness-ét. Smart S-Ness, ezt hogy mondanád magyarul? Hogy ilyen, amikor valaki ilyen okos, de okoskodó inkább, ilyen Smart S, hát az ő okoskodását, okos tojásságát. Aha, így mondanád, ja. Utánám azt látni, hogy megint nem vagytok jóban egymással. Na, minden rendben lesz, jól vagyunk már. Szóval pénzügyi problémáink vannak? Kérdezi mi. Mi? Ne, nem, jól vagyunk mi. Apa. Mi? Minden rendben. Már 20 éves vagyok. Tudom ezt kezelni. Minden oké. Okay. De semmi nincs, amit kezelni kellene, vagy ilyesmi. Oké. Okay. Hát akkor lehet, hogy megyek aludni. Jól hangzik, kölyök. Hosszú napok voltak mostanság. Toás? Okos toás? Nem is lehet ma este apával filmet nézni. Igazából csak a tevékenység miatt jó az, de hát a maga a műsor, amit néznek, az nagyon csapnivaló. Még szándékosan csinálták csapnivalóra szerintem, hogy utaljanak arra, hogy amit a tévében látsz, az bizony szar. YouTube-on már visszanéztem őket, szomorú is voltam, hogy nem tudtam nézni, annak jutott eszembe, biztos most is megy, töltöttem le újra a Twitch-et. De azt tudod ugye, hogy nem kell letölteni a Twitch-et, meg nem kell kinyomtatni az internetet. Az a lényeg, hogy beírod a böngészőbe, hogy twitch.tv/mókás, és akkor itt lehet nézni élőben. Vagy te így mobilról szoktad általában? Nem szoktál gépezni? Hé, tudasd velem, amikor menni akarsz majd a temetőbe. Itt leszek minden este kb. Egész héten. Ja, közben a... Jó, azért ne köszönd meg annyira. Amúgy is oda megyek, mert... hát kb. Az utca végén van. Tönkre teszed. Ó, hát ebben az esetben... annyira... hogy mondjam ezt magyarul? Jobb lesz, hogyha nem felejted el ezt a hatalmas nagy szívességet, amit teszek neked, mondja B, meg ilyenek. Telefonról tolod? És hogy vagy mostanság? Remélem jól telt az elmúlt 4 éved. Na, most már aludnom kell. Jól éreztem magam, bocs, hogyha grouchy voltam. Csak hát... az azt jelenti, hogy ilyen izé, ilyen morcos? Várjál, most elaludtál? Szerintem ráaludt a billentyűzetre. Na, szóval megnéztem ezt a történelmi társaságot az interneten, és tényleg nagyon öreg, de csináltak ilyen nagy renovációkat, ilyen felújításokat, ó, tényleg? Ilyen nem mondom, hogy van-e kísértet ott, de az biztos, hogy tehát azok a dolgok, amikkel ott szarakodtak a felújítás során, azok a régi dolgok, az ilyen, hát ilyen kísértet központnak hangzik. Hogy lehet ez? Hát mert képzeld el, hogy egy kísértet vagy, aki ott lóg egy ilyen régi házban, és aztán valaki berakod egy medencét, ahol meghaltál, vagy ilyenek. Ú, kísértet jártam, medencék, az mondjuk tényleg pízkári lehet. Hát azt magyarul nem mondod, hogy ugyosan ijesztő, úgy ijesztő. Na mindegy, én most már megyek, mert én be vagyok szarva, mondja Greg. Angus, hémé, utasd vele, amikor szeretnél a parkba menni majd. Kerestem térképet is. Hát amúgy possum jump az így eléggé egy irányba van kb. Innen. Nagyszerű, szóval. Sosem volt még alkalmunk arra, hogy együtt lógjunk. Szerintem király lesz, mondja Angus. Na most már megyek aludni. Jó éjszakát, uram. Megemeli a kalapját. Oké, készen állunk, mehetünk aludni. 22 óra 54 perc van, 2 óra 26 perc. Szerintem az egyik helyet megnézhetjük. Fél órán belül véget érünk a mai epizóddal, mert az alvás, persze. Köszönöm érdeklődést, nem a legjobban sem, igyekszem, végigtoltam 2 terápiát. Ajjajajajajaj. A fogról a raktárban kiderült-e már valami? Nem, még nem. Nem tudom, hogy az mi lehet. Fogalmam nincs. Valami... Igazából meg lehetne nézni a neten, hát ha bárki tud arról bármit is, de így, hogy már vagy 4-szer végigjátszottam ezt a játékot, én sosem tudtam meg arról semmit. Mindig felvesszük, de nincs jelentősége szerintem a játékban. Legalábbis nem tudom. Lehet, hogy később lesz, de én nem emlékszem rá. És az nagy király viszont, hogyha találtunk egy zenészt,
Az nem király, hogy terápiára kellett menned, de az nagy király, hogyha végigcsináltad. Az biztos, hogy egy csomó olyan tudással gazdagított, ami segít mondjuk bizonyos problémákkal megküzdeni, meg ilyenek. Nem tudok okos lenni ebben a témában, de örülök neki, hogyha törődsz magaddal. Ez fontos amúgy, hogy az ember megpróbálja valahogy így dílelni a dolgokkal. Most azt látjuk, hogy emberek árnyékai szállnak fölfelé. Ez egy újabb rémálom, hogyha valaki nem tudja, hogy mi történik éppen. Mély éjszaka álmodik már megint. A zene szépen épül fölfelé. Rákerestem a fogra és nem bonyolult ez a questline. Akkor ezek szerint van valami. Mégiscsak van ott valami. Mekkora hal? Egy ége a város? Nem, még nem. Atomi, meg tudod mondani, hogy hova kell menni vele? Vagy mit kellene megcsinálni vele? Megvan a harmadik. Hol lehet a következő? Itt már voltunk lent. A library-ben kellett volna megnézni azt a fogas dolgot, de azt megnéztük, nem? Mert még mondták is a csajok, hogy hol is így, csak nem olvastuk el most. Muszáj próbálkozni foggal kapcsolatban, muszáj megtudnom mi a sztori, eljöttet már nincs pár szó, végigjátszottam. Most mondta meg Atemil, látod? Hogy csak meg kell nézni a cikket a könyvtárban róla, és akkor... Elméletileg a faterral kell az epilógusban majd beszélgetni róla. És ez egy questline-ként van kezelve. Itt az utolsó. Ja, most meg kell találnunk azt a helyet, ahol a... azok a... hát olyanok, mint hogyha ilyen orgona sípok lennének. Még nem késő. Hát, most lehet, hogy elrontottam. Kapsz érte egy achievementet? Aha, és ezért annak értéket. Vágesz. A bank stresszes? Hát persze, hogy stresszes. Ebben a városban mindenki stresszes. Mindenki szeretne lelépni valahogy. Kivéve akik úgy érzik, hogy ide vannak ragadva. Meg akik úgy érzik, hogy majd a gyermekük helyettük kijut innen, ők meg már itt halnak meg öreg éveikre. És aztán a gyerekük visszajön. És elutasítja az egész jövő témát. És mentálisan sérültnek tűnik. És aztán senki nincs, aki diagnosztizálja. Szép ez a zene? Örülök, hogyha tetszik. Nem úgy volt, hogy itt jöttünk le? Hol vannak a sípok most? Ti láttátok a sípokat? Vagy itt lenne lent? Nem. Most aztán kereshetem. Igen, tényleg ügyesek, de az összes zene olyan, hogy én rendkívül király. Képzeljétek el, hogy megnéztem ma, hogy van egy ilyen lemezes kiadása a Night in the Woods-nak, a Night in the Woods soundtrackjének, és hát volt. Volt, de olyan volt, hogy csak néhány ezer példányt csináltak belőle. És képzeljétek el, hogy akik felvásárolták a készleteket, iszonyat nagyokat szakítanak rajta. Hát alapvetően nem volt drága, 15 ezer forint volt egy lemez. Hát dupla lemez, 15 ezer forint, nem volt nagy értéke. Vagy hogy mondjam, nem kértek érte sokat. És tudjátok, hogy mennyiért árulták? Ilyen 5 kötőjel 700 dollár. Tehát ilyen 200 ezer forintra felnyomták. Bizonyos esetekben. Iszonyatosan drága. Mivel hogy mondjad már, a zeneszerző meghalt, és a jogok azok a családra szálltak, ezért már nem valószínű, hogy újra ki fogják adni. Az emberek ezen nyerészkednek, így van, ahogy mondod, bizony. Megvan. Egy újabb rémálom, ez mint a halakkal. Nem, ez egy gólya.
tök durvi, rezgett a kontroller, pedig nem szokott. Hát ja, gáz, de ez van. Ez a harmadik fejezet második napja. Normál esetben itt elvágnám a vodot, de most még egy kicsit előrébb mehetnénk. Remélhetőleg a mentés az majd jól fog megtörténni. Két estét akartam volna ma befejezni a játékból, de elmegy az idő és nem akarom egy voltba, mert így is ilyen 3 órás voltjaink vannak. Na mit írnak a többiek? Gondolom azt, hogy ott vagyok egész nap a boltban. Micsoda, hogy a számnak fura íze van ma reggel, mondja Greg. Olyan, mint egy abroncs. Ott leszek a munkahelyemen, hogy kimossam akármivel is, ami a hűtőben van. De miért nem mosol fogad, haver? Greg nagyon fura. A múlt éjszaka inspirált engem. A Longest Night-ra. Gondolom ez egy esemény náluk, a leghosszabb éjszaka az évben. Van egy ilyen event rá. Szerzek neked egy ilyen könyvtárkártyát. Nagyon szívesen. Mi a baj a 3 órás vodokkal? Kutya sem nézi meg, elhiszed? Mondjuk de lehet. Vannak köztetek, akik megnézitek a 3 órás vodokat? Angus valami üzenetet írt ide. Egy away message, tehát nincs a gépnél. Volt régen ilyen még az MSN-en, hogyha emlékeztek rá, hogy be lehetett állítani ilyen nem vagyok a gépnél üzenetet. Cicafül megnézi? Meg a Jai? Ja, csak a lányok nézik meg. Nem, Tomi is megnézi ezek szerint. Én csak akkor nézek 3 órás volt, hogyha eleve a játék érdekel, mondja Gabi. Szia Gabi, hogy vagy? Nekem még rég a kezembe akadt, édesapám, 2 régi lemez, a Deep Purple, meg egy Uriah Heep. Az jó lehetett, Empathy, azok menő lemezek. Néha, ha valami ehhez hasonló játék vagy horror. Egyetemben megnézem, valamit jobban szeretem a hosszabbakat is. Hát, a nők szokták ezt mondani. Na, akkor... A bolygókat meg kell vetni, mert nem tudják, hogy milyen hatalmasak és királyok ők, mondta Dr. Kathy Conklin, Nemzeti Asztromókus Ügynökségtől. Are to be pitied. Hogyha valamit megpitíznek, pity az, hogyha valamit itt szánsz, nem? Szia Réka Róka, jó pihenés, kitartást a holnapi napothoz, és gratulálunk a prezentációhoz az egyetemen. Szia Streamings, hogy vagy? Kár, hogy nem tudom lejátszani a két lemezt. Hát, hogyha csak 2 van, akkor amiatt még egy lejátszót talán nem érdemes venni, de neten meghallgathatod őket, az is hasonló élmény. Ott fogok tüsszenteni mindjárt azt a videót. Wow. Állom. Pity the Fool, megvetni a hülyét? Mehetünk már is. Hová menjünk először? Választhatok egy barátot. Legyen Greg, legyen B, legyen Angus. Melyik legyen? A madarat megvizsgáljuk ma reggel is. Szia madár! Hogy sem mindig illetlen vagyok veled. Hát igazából nem illetlen a rút, hanem olyan péniszfej. B-vel akartok menni? Beszéljünk anyával. Ma reggel nem hív. Mi a fene? Mindig szokott szólni, hogy szia. Jó reggelt, kis napsugár. Jól érzed magad? Limp? Mi az a limp? Ilyen kis limpnek tűnsz, kicsi limpnek. Igen, hát furcsa álmaim voltak, furcsa éjszaka. Nagyon sokat mondott te ezt a furcsát. Hát csak őszinte vagyok. Ilyen kis szottyatnak tűnsz, ilyen kis limpnek, ezt a péniszre is lehet mondani? És szedsz fejfájásra valami gyógyszert? Mert amúgy ott vannak a fürdőben, tudod, a szekrényben. Ó, igen. Hát néha működik, néha nem. Hát, hogy kicsit többet kellene aludnod? Úgy értem, hogy többet, mint az a 10 óra, amit úgy általában is szoktál aludni. Mindig a kis álmos csajszín voltál, mondja anya. Üff. Mit csináltál a múlt éjjel? Elmentem Biával a könyvtárba. Az királynak hangzik. Igen, de mind a hármukkal el fogunk menni, ezért csak a sorrendjét kérdeztem meg. Igen, az is volt. Vagy nem, már azt mondja, hogy hát... ilyen valami volt. Furcsa volt? Kérdezi anya. Érdekes. Oké, most már mennem kell. Jó, vigyázz magadra. Kicsit tényleg fáradtnak tűnsz, úgyhogy azért ne told túl a dolgaidat. Hát, hogyha kijárkálok, attól jobban érzem magam. Én is. Talán ez egy jó nap,
hogy kimenjünk a friss levegőre. Majd tudatom veled, mi? Úgy érti, hogy anyával elmenni valahová? Igen, szép odakint, most napos az időjárás, utálom az esős napokat. És akarnám elhagyni az ágyat olyankor. Én imádom őket, mondjam mi erre. Ilyen kedvesek, vagyis egy királyak és szürkék amúgy. Néha túl világosan odakint, szükség van néhány felhőre. Igen, mert egy ilyen kis borús, kicsi angolna, az vagy te. Yes, angolnák anya, yes. Na jó, megyek már. De hogy megyek? Kéne még kérdezni, mit olvas, de nem mondja meg. Akkor tényleg megyek. Mondta Bi, hogy dolgozik csak a temetőben. Hát neki az a helyzet, hogy az anyukáját is meg kell látogatnia, úgyhogy neki kézenfekvő most ez a látogatás, úgymond, tudod. Ó! Eltűnt az építkezés. Mi a fene? És akkor most hát itt ugye utat javítottak a munkások. Most akkor kimehetünk? Hát ki is megyünk, hát megnézzük persze. Még az is lehet, hogy nem fogunk ma odáig elérni, hogy válasszunk. Lehet, hogy azt csináljuk, hogy inkább körbe menjünk a városban, és a következő epizód azzal kezdődik, hogy mind a három helyet meglátogatjuk. Földművelés. Én is lehetnék földműves. Hogyha itt maradok ebben a városban elég sokáig, akkor esetleg így belekezdhetnék ebbe a farmer életbe, vagy valami ilyesmi. Az a probléma a farmokkal, hogy iszonyatos mennyiségű szar van benne. Még akkor is, hogyha nincs állatod. Megveszed a szart, meg ilyenek. És aztán egész nap lapátolhatod mindenfelé szét a földeden. Őrület. Ilyen szar őrület. Kaki őrület. Poop madness. Majd az is lesz, Zoli. Türelem, türelem. Ez mi ez a hely? Ennyi? Kiírunk ide és élvezzük az őszi napsütést. Kicsit gondolkodunk az életünkről, hogy mi a fene is van. Meg szokott fagyni az út előtt a híd. Veszélyes. Üdv a történelmi Possum Springsben. Ezután néhány mérföld és beérsz az autópálya alá. És folyamatosan csak mezők vannak és farmok mindenfelé. Lemaradtam a kukorica labirintusról idén ősszel. Ja, és amúgy a kísértet járt a pajtár úr is Bridalben. Mindig majd jövőre. Tehát, hogy hiányzik neki a sok tábortűz, meg a corn dog. Magyarországon nem is eszünk ilyen corn dogot, nem? Szia, Benka, jó pihenést! Hát igazából az főtt kukorica szerintem. Ahogy mi ismerjük Magyarországon. Mi a helyzet, Kábel a Gamer? Mit sírsz? Mi a baj? Furcsa, hogy a városnak egyszer csak így bám, így vége szakad. Itt van vége. Mint hogyha lenne egy vonal valahol, amit senki nem lát. De rá lehet tenni egy térképre. Az élet elmélkedésén sírtam. Te is lehetnél farmer. Milyen jó is ez a corn dog. Hát te mindent ismersz, mert te ilyen nemzetközi lány vagy. És egy séfa... párod? Vagy valami olyasmi. Szia, Axi, jó pihenés, köszönöm, hogy velünk voltál ma este is. Eltaláltad, van baj, de majd megoldódik, remélem. Hát a dolgok nagyon ritkán oldódnak meg maguktól, hogyha olyan dolog, aminek időt kell adni, akkor általában az olyan. Remélem, hogy úgy lesz, és remélem, hogy minden rendben lesz veled, Kábel, a játékos. Igen, a párom. Na de párja csak az okniknak van, hát te is tudod. Szevasz, Selmers! Elég király voltál a múlt éjszaka. Ó, köszönöm, mondja. Az sokat segített, hogy te is nyomtad az ötleteket itt nekem mindig. Ja, arra legalább jó vagyok. Szeretnél hallani egy új verset? Persze. Ez rövid lesz, mert fáradt vagyok. Én is, úgyhogy ez így jól működik. Na, jól működhet. Egyszer mérges lettem online. Ja, én is voltam így, már előtte.
Ez ilyen őrületkeltő. Ennyi volt a vers? Oké. Okay. Mit csináltál amúgy a könyvtárban? Járok én oda. Nem, most komolyan. Ez most mi volt? Mik voltak ezek a krokodilkönnyek? Nem is értettem ezt a beszélgetést. Most így mit folytattak le egymás között? Benjózni szokott a szomszédunk. Én meg azt mondom, hogy én meg basszus gitáron játszom, és hogy együtt kéne játszanunk egyszer. Ismered a Long Black Veil-t? A hosszú, fekete fátyol? Igen. Ismered Tom Dooley-t? Igen, igen. Apám imádja ezeket a dolgokat. És Willer Garden? Azt nem ismerem. Felmegyünk. Mr. Chazokov úgy tűnik nincs odafent. De van-e itt valaki, akit meg kell látogatnom most vajon? Szobor? Nincs. Hé, hey, ott áll fent valaki a tető. Na hát. Ez ki? Szia kislány. Hát, én már felnőtt vagyok amúgy. Ó, sajnálom. De ki vagy? Én vagyok Liz. Itt laktam régen. Hol? Ebben az épületben itt alattunk, mielőtt te megszülettél volna. És miért költöztél el? Elmentem iskolába, és aztán így elvándoroltam. Jobban szereted azt a helyet, ahol most laksz? Ja, így király, tehát ilyen kis kedves hely. De Possum Springs is az, amúgy. Szerintem rendben van ez a hely. Ja, rendben van. Igen, egészen rendben van. Amikor én... Te korodban voltam, én 20 éves vagyok. Nem, a te magasságodban voltam. Fent maradtam éjszaka, és aggódtam, hogy az a szobor életre kell, és bemászik az ablakomon. Jó Isten, az ijesztő. Sosem akarsz valakit, aki ott lóg az ablakod körül, odakint. Hát, ja, főleg nem ilyen varázs, gonosz szobrokat, az biztos nem. Igen, igen, semmilyen gonosznak vagy varázsnak nem kellene a közelben lennie. Én a tetőn lakom, a padláson lakom, bocsánat, senki nem tud az én ablakomhoz felmászni, az jó. Még a vámpírok, a varlokok és a csontváz emberek sem. Örülök, hogy beszélgettünk erről, én is. Akkor szia. Hát ez a nő is elköltözött már innen, és ő is csak visszajött. Valami miatt, valamit meglátogatni, vagy csak az emlékei miatt. Kíváncsi vagyok, hogy a mókusok lopnak-e fehér neműt. Érdekes gondolat. Tegnap voltam fogorvosnál dental technician, nekem melligért, pedig én nem vagyok magas. Hát, hány centi vagy? Szerintem neked én is a melleidig érnék. De nem azért, mert annyira alacsony vagyok, hanem Gabinek ilyen olyan cicia van, ami így felfele megy, a válla fölé. Közélmény kutatást, milyen szót használtatok a párom szó helyett? Zokni. Nem tudom. Remélem mindenkivel beszélgettünk itt. Lemegyünk a Tunnelfish fickóhoz és megdicsérjük, hogy szép verseket ír. És tényleg itt van. Azt gondolom, hogy egy alagúti cápát kémlelek ki éppen, szóval, hogy olyat látok. Ijesztő szörnyetek a sötétben. Szent szar. Igazából nem láttam. Kérlek, ne hallgatózz. Az angolul vicc volt. Nem lehet ma lopni? Az hogy lehet, hogy ma nem lehet lopni? Miért? Megnőttek már a izék, az állatok? Barátom, az nem is tudom, olyan gyerekes. Én is. Szóval ez már egy next level shit. Jó napot kívánok! Jó estét! Ahoj, mondja. Ez Mr. Salvi? Mit csinál abban a csónakban? Az alagútban? Késő délután? Miért te mit csinálsz itthon? Miért nem egyetemen vagy? Előbb maga válaszoljon. Hát ez a mellékesem. Salvage. És akkor ez ilyen roncsokat gyűjt meg.
hulladék vasakat, meg minden vasazik a fickó tulajdonképpen, érték dolgokat keres az alagúti vizekben. Az micsoda? Junkman vagyok mi? Az ilyen szemétember? És többé már nem szokott... Én a kedvesemtől mászok a falra, pedig az olyan szép a kedvesem. Na, szerintem az aranyos. Akkor most már nem nyírja a füvet többé? Hát, csinálok még ilyen kertészkedést, de amúgy... Mi ez a pervier? Pervier? Nem tudom, hogy ejtik ki. Of fine goods. For the discerning... Aha, tehát hogy akik értékelik a régi antik dolgokat, azok számára ő jó cuccokat szállít le. Á, értem, mellékes, oké. Mellék munka, vagy valami ilyesmi. És kiegészítés. Szeretnél eljönni velem? Az alagútba? Rövid túránk lesz ma, de lehet, hogy mókás lesz? Hát az biztos is, hogy elmegyünk oda, jó napot kívánok. Persze, hogy megyünk. Lehet, hogy ez nem túl okos a részemről. Nyugi, elég biztonságos. Csak kell egy kézpár. Általában az egyik gyereket kérem meg, aki így szokott áldogálni. Szevasztok, tinik. Én most elmegyek ezzel a hajóval. Csak mondom, ha valaki kérdezni, Mr. Saldival szálltam fel a hajóra amúgy. Oké, köszönöm. Be van szarva. Mi volt ez? Oké, mehetünk. Be van szarva, hogy biztos, hogy hallották-e, és nem elrabolja az öreg. És akkor rengeteg fickó valahonnan máshonnan át szokott utazni a Fort Lucerne és a Willow Grove között. Gru, nem tudom. És szeretnek antik boltokba járni odakint. Szerintem azt gondolják, hogy ez ilyen exkluzív dolog, vagy ilyesmi. És ez a mellékesem. Aha, wow. És tudják amúgy, hogy szemét az? Ez nem szemét. Bocsánat. Na, most érünk az egyikhez oda. Majd meglátod. Én a szívemnek szoktam szólni, az is szép amúgy. Ez itt szemét, mondja mi. Ez egy szemét sziget. A te szemeted az én megfizethetetlen antikom. Amint egy kicsit megtisztítom azt. Nézz körül és keres valamit. Egyáltalán erre rá lehet biztonságosan lépni? Ó, persze. Szóval több évnyi ilyen hordalék, meg sziklák, meg szemét. Na tessék, maga is szemétnek hívta. Mondta mi? Aha. Találtál bármi jót? Nem, még nem. Például itt van egy ilyen ütő. Fú, ez egy nagy fejsze. Szeretnék egy nagy szemét fejszét? Persze. Jöttök moziban, nem tudom, megkérdezem a kicsimet. Hát, az tényleg szarul hangzik, de a páromat az is nagyon hülyén hangzik. Szerintem förtem. Én nem mondanék ilyet, hogy a páromat. Biztos nem mondanám. Mit mondanék? Megkérdezem a tesómst. Olyan nagy és olyan fejszés. Megkérdem a gazdám. A partnerem. Az egy standard kifejezés. Hú, ez nem semmi. Ez egy ilyen szánkó. Egy nagyon rossz hajó. Lehet, hogy belefeküdhetsz aludni. Ez ilyen kicsi szemét. Hammock? Mi ez a hammock? Azt a Gabi tudja. Mi ez a hammock? Ja, hogy sem jó, ha már meg kell kérdezni. Elvigyem ezt a szemét ágyat. Inkább a... Nem. A fejszét viszem. A hammock az ilyen függőágy. Ja, de ez egy ütőnek tűnik, nem egy függőágynak. Találtál bármi jót? Igen, a gyilkos szemét fejszét. Oh, ez király, szemét balta. Úgy tűnik, hogy ez valami tűzoltó fejsze valahonnan régről. Nem, ez egy fejszés gyilkos szemét fejsze. Igen, egyértelműen meg tudnál ezzel gyilkolni valakit, viszont először meg kéne élezned. Ó, majd megélezem én, mondja mi. Miért? Úgy tervezed, hogy megölsz valakit? Hát az nyitva tartom a lehetőségémet. Ó, jaj. Az uram, az is kemény.
Vagy a, igen, a függőágy is durva, amikor függőágynak hívod a másikat. Vagy amikor ágyfüggő, hogy kivel vagy együtt. Várjatok, ezek a rohadék kábelek, ezt annyira gyűlöm ezt a kábelt, nem tudok egyszerűen. Na, most már leültem. És akkor valahogy megbotott a saját lábában. Jaj, ne! Nem, áthajtott a... a fűnyíróval a saját lábán. Ez nagyon szar. Igen, és most már egy limpje van. Na látod, ez a limp, ez nem azt jelenti, hogy löttyet, hanem ezek szerint egy műláb lehet, vagy egy mankó, inkább mankó. De még azért bejár dolgozni. Jó Isten. Muszáj dolgozni, uff. Ha utáld, akkor bal sorsom. Az egy szép szó a másikra. Oké, szóval emlékszel, hogy mondtam, hogy szükség van egy másik pár kézre? Ó, igen, az mit is akart jelenteni? Van egy kicsi panel ott, ahol te vagy hátul, és azt kell, hogy használd, hogy mozgasd ezt a fényt. Akkor mi most... miért? Kérdezi, mi? Azért, mert vannak ide lent denevérek. És? Én nem kedvelem a denevéreket. De a denevérek szeretik a bogarakat. És a bogarak szeretik a fényt. Szóval oda világítasz, majd rájuk, és akkor azzal szerte fosztanak, elkezdik keresni a bogarakat. Általában elmennek. Micsoda? Egy ideig, amikor szétszoródnak? Oké. Na, állj készen. Aha. Jön egy olyan hely, ahol szeretnek összegyűlni. Oké, vettem. Mehet, fölöttem van, mondja. Én nem látom, hogy fölötte lenne. Működik. Wow! Na, lelépett a nagy részük? Szerintem igen. Biztos sokan voltak. Azt tudja, hogy sokan voltak. Utálom őket. Nem, de hát a denevérek azok olyan cukik. Nem, nem azok, mondja az öreg. Az a vietek egy denevért? Az biztos, hogy az én hajomra egy denevér nem száll fel. Hamarabb kell majd visszaúsznod, mint hogy egy olyat rakjál a hajomra. Jó. Nincsenek denevérek. Nincs denevér, nem. Na, jön még egy sziget. Jön a következő... szemétsziget. Aha, és többet nem is kellett világítanom. Voltunk tavaly lila füredi barlangokban, látunk picit denevéreket, olyan cukik voltak. A limp az a sántikálás? Hát figyelj, áthajtott a lábán egy fűnyíróval, szerintetek akkor most az volt a sántit? Hát hogyha nem használ semmit kisegítésnek, akkor lehet egy sántit. Nem tudom, mindegy. Na, körbenézel? Nem, itt maradok inkább a hajónál. Persze, hogy körbenézek, mondja az öreg. Olyan szarkasztikus vagy, mint az apád. Maga még szokott beszélgetni apámmal? Ó, persze, hát... minden héten tőle veszem a húst. A... micsoda? Az elmúlt ősszel mi és néhányan a régi nyári napokból a fiúk közül felmentünk Stuternek az Old Hunting Camp, ez valami régi vadász táborába, és szereztek onnan valamit. Ed Grass lelőtt egy six point buckot. Mi az a six point buck? Az a súlya. Az egyik, hogy valamilyen őzlövés történt, vagy szarvas. Hát egy buckot lőttek, csak nem szarul, hanem jól. Mekkora ticsung Mad Men első évadában, azt nem láttam. Ó, az király. Na jó, figyelj, itt menetrend szerint haladnunk kell, úgyhogy menjünk. Aha, és akkor most... ez micsoda? Úristen! Ez egy kókusz majom. Olyan, mint amit nagyapa hazahozott a Hawaii-ról. Ezt el akarom vinni? Hát gondolom igen, Nyeszen. Üdv a családban, Mr. Majom. Nagyon szeretlek, és most találkoztunk még csak. Mi ez a mi? És ez mi? Szent szar! Dracula fogak! Ezek annyira királyak, totálisan Dracula lehetnék. Minden ilyen kamufog közül a világon a Dracula fogak a legjobbak.
Elvigyem ezt? Ne gondold már, hogy a szemét szigetről a szádba teszed, mi? Nem, nem, vigyed szépen a kókuszmajmot haza. Nem. Igen, kb. $1 lehet ilyeneket venni a Hempenterben. Nem hiszem, hogy egy ilyen vintage. Sosem tudom, szerintem vintage akar lenni, nem? Vintage. Inkább B. Ugye? Új, mekkora brain fartom van. Láttál bármi jót? Vintage. Na, nátok ott úgy mondják, hogy I. De a izével a... És a visage. Meg a visage. A vajás voyage. Tudod, melyikre gondolok? A múltkor meghallgattuk. Visage és a visage. Nyilván visage. Tehát akkor lehet, hogy ami úgy végződik, az mind I. Ah. A voyage. Igen. Na, jó, kókuszmajom. Wow, ez még mindig jó. Egy kicsit már puha. És olyan szaga van, mint a trash water. Az ilyen szemétvíz. Hát ilyen, milyen víz az, de mindegy. De amikor kiszárad, akkor családtaggá válhat majd. Jól van. Nem fogja ellopni a boltjához, ugye? Vagy valami ilyesmi. Nem. Nem is érez rá késztetést? Szerintem ezt most el tudom engedni mi. Tehát már így megpuhult kókuszt viszünk haza, az undorító. Inkább vizics, de én előszeretettel mondok dolgokat másodszor, mert a vizás. Igen, és akkor így mentettük meg a leghosszabb éjszakát. Wow. És elmondta a gyerekeinek? Mi? Nem, hát az tönkretenni a varázslatot, elvinni egyből. Aha. És észrevették valaha a nyakán azt a sebet? Ó, hát hogyha észrevették, sosem mondtak semmit rá. És a zsaruk elkapták a fickót? Jaj, nem, még mindig odakint járkál. De ez biztos, hogy egyhamar nem jön már vissza. Nagyszerű sztori volt, mondja mi. Szia, Foltáj, mi a helyzet? Oké, szóval most jön még egy ilyen bat nest. Micsoda, hogy, tehát, hogy egy denevérfészek miért fészkekben laknak? Tök mindegy, úgyhogy készen állja a fényekkel, világíts és szabadulj meg tőlük. Oké, oké, uram, oké. Jönnek is. Wow, mondta mi. Lelépett a legtöbb? Szerintem igen. Elkaptam őket rendesen. Köszkölök. Már 20 éves vagyok. Aha. Na jó, hát... Az én koromban nézve az még eléggé kölök azért. Illetlen. Na, jön még egy sziget. Hány ilyen sziget van ide lent amúgy? Ó, hát én nem is számoltam. Úgy tűnik, hogy mindig újakat találok folyamatosan, és elveszítem a régieket. Ijesztő. Ja, most már eléggé... messze vagyunk, úgyhogy ez itt mindig ijesztővé válik. Még egy csend van melóban? Miért eddig ordítoztak? Ó, itt van egy régi metrókocsi. Szóval, hogy igen. Kezdünk közel érni arra a helyre, ahol az árvíz hát a legnagyobbat sújtotta. Tehát a legnagyobb problémákat okozta. El sem tudom képzelni, hogy ez a hely milyen lehetett, amikor még működött. Hát pedig nem semmi volt. Olyan érzésed volt, mint hogyha mennél valahová. Vagy hogy mondjam. Ja. Akkoriban szerezték be ezeket az új metrókocsikat, és valami tengeren túli cég készítette őket ilyen nagy Franciaországból, vagy valami ilyesmi. Na, amúgy szépek ezek. Ja, még mindig megvan a sármiuk. Akarsz körülnézni? Persze. Na nézzük, mit találunk ezen a szigeten. Ez egy... Kíváncsi vagyok, hogy ez milyen öreg. Kicsit ilyen vizenyős. Milyen sporthoz használják? Ez egy ilyen sportrejtély. A legrosszabb fajta rejtély. Mondjuk amúgy egészen aranyos. Meg akarom ezt tartani? Nem. Nem tudom mi ez. Undorító. És le sem szerem a sportokat többé. Ó, király! Ez egy ilyen rögbi sisak. Várjál, rögbiben nincs is sisak, nem? Az amerikai fociban van.
Aha, szóval a futball az, az a helyi vallásunk totálisan viselhetném, mert még mindig funkcionális. És viselhetném mondjuk télen, arra esetre, hogyha elcsúsznék esetleg a jégen. Viselhetném mondjuk, hogyha nem tudom, verekedésbe keverednék. Valószínűleg még egy golyót is megállít, nem tudom. Mondjuk egy kicsit büdi belül. Meg akarom ezt tartani? Erszemé, vigyed! Végtére is funkcionális. Nálatok nincs áradás? Nálam? Körbenéztem, de nincs. Nálatok van? Találtál bármi jót? Ja, egy ilyen focis isakot. Ez biztos, hogy akarod? Miért? Végre találtam valamit, amit maga is akar? Hát, úgy értem, hogy király. Király, vigyed csak. Nem, minden rendben. Hát maga hajója, maga szemete. Maga is megkaphatja. Nem, minden oké, mi. Ne, tényleg, magáé lehet, mondja mi. Nem mi. A tiéd lesz. Vegye el! Nem akarom! Én se! Vegye el! Azok nagyon hülyék, de ez a tiéd. Az Isten itt. Fogja meg a kicseszett sisakot, mondja mi. Nem. Menjen egyenesen a pokolba. Hát összevesztek. Budapest az Duna között. Én nem vagyok pesti. Sose nem is voltam. Ne se szarom a pestieket. Szevasztok. Jó vagy amúgy? Jaj, bocsánat, hogy kiabáltam. Én is sajnálom. Tetszik a sisak? Igen, mert funkcionális. Annyira hülyék ezek. Van még esetleg denevér, amitől meg kell szabadulni? Ez olyan, mint velem csettelni? Micsoda? Nem, hát ilyen messzire nem jönnek el, hogy aludjanak. De azért szoktak itt száldogálni, ha csak nem... Aha, takarítjuk el a lámpával. Miért amúgy hol vagyunk? Majdnem a távoli platformnál. Ja, hogy arra megyünk éppen? Hát... Figyelj, megszabadultál legtöbb denevértől, úgyhogy talán még egy ilyen kis állomás jöhetne a nagy... Annál nagynál, a nagynál! Hű, megköszönöm a jó Istennek, hogy nem voltam idelent, amikor jött az áradás. Megugrott a folyó, mi? Ja, elég szar volt az áradás is. A folyó egyszer csak így felkelt, elköltözött. Nem hiszem, hogy elköltözött amúgy, hanem hogy megmoccant, arra gondol. Valami köze volt a izéhez is, a víztározóhoz. Hát, jó régen történt. Nagyon nagy meta ez a game, mire gondolsz? Furcsa beleképzelni, hogy a folyók költözni tudnak. Ó, hát azok mindig mozognak körök. 20 éves vagyok amúgy. Na, csak általában egy irányba mozognak, ugye? Senki nem készült fel arra, hogy ezt egyszer csak abba hagyja, amit mindig is csinált. Na mindegy, itt vagyunk. A nagynál. Eltakarítottam az összes denevért, és azért most van valami nagy sziget, amire kikötöttünk. Akár itt is játszhatna leányfalun. Mi a szar az a leányfalu? Wow! Ez úgy néz ki, mint hogyha egy olyan hely, mint amiről álmodtam, vagy ilyesmi. Ismerősnek tűnik. Hát, régen azt gondolták, hogy a trolli majd rajta marad a sineken, de jött a nagy árvíz. És hát a víz elsodorta. Össze-vissza csapódott, és végül is ilyen nagy, hát, tudod, ilyen big pile. Hát így ilyen nagy rakássá állt össze, mint ez. Jó Isten. Ilyet már nem lehet megjavítani, milyen állapotban van. Mit fognak csinálni vele? Lehet, hogy elgátolják a folyónak a folyását vele, vagy az egészet... Nem is tudom, kiássák? Nagy rakás, ugye az. Szia Gabi, jó éjszakát, jó pihenést! Ja, neked nem. Szép délután. Vagy mi ez? Senkinek nincs arra pénze, hogy ezeket megjavítsa. Senkinek nincs ideje arra. Ez olyan, mint hogyha meglátogatnál egy helyet, ami a síron túl van. Hát ahova mennél, amikor meghalsz, vagy valami ilyesmi. Hát figyelj, néhány ember bizony meghalt ide lent. Ó, igen, tényleg. Szeretnél körülnézni? Azt kell, hogy mondjam, ilyen messze már nem sok minden marad. A legtöbb dolgot így a oldalcsatornákban most el a víz. Azokat ott lehet inkább megtalálni, ahonnan jöttünk.
Azért még körbenézek. Na mi lesz itt? Ez nagyon ki van jelölve, hogy ez bizony nekünk kell. Kíváncsi vagyok, hogy ezzel mit zártak le. Ez egy nagyon régi lakat. Mondjuk elég szép a kulcs hozzá. Valaki megvette ezt, hogy valamit biztonságban tartson, vagy titokban. El akarom vinni magammal? Hát vigyük persze. Ez a dolog... Mint hogyha valakinek a szándékai benne lennének, vagy ilyesmi. Nehéznek érződik. Valakinek meg kéne kapnia. Már elkezdett beírni, hogy jó ét? Hú, ez mekkora! Wow! Kíváncsiak, működik-e még? Hát gondolom a sarat ki kéne belőle tisztítani előtte. El akarom venni? Jobban, mint a lakatot? Persze! De menő! Nagyon szép! Biztos valaki nagyon díjazná. Ez egy hatalmas trombita volt, láttátok? Nem lehet leugrani. Egy hatalmas trombitával lettünk gazdagabbak, de ki lenne az, aki díjazná? Nem tudtam, hogy nem egy időzónában vagyunk. Ó, hát mi itt időzónában? Gabi egy egész más dimenzióban él. Csak nézzük, miket szokott beírni néha. Találtál bármi jót? Igen, egy ilyen hűrtöt. Úgy néz ki, mint egy peckhorn. Mi ez a peckhorn magyarul? Ki fogom tisztítani. Lehet, hogy játszom is majd rajta. Vagy legalábbis zajt keltek vele. Az jó terv amúgy. Nagyon szép. Milyen kár lenne itt hagyni, nem? Te megmentetted azt. Én egy hős vagyok. Felhívom az újságot. Tehát, ja gondolom azért, mert hogy hősök vagyunk és hogy írjanak rólunk, érthető. Itt is vagyunk már is, wow. És visszaértünk oda, ahol az öreg szokott verseket költeni, nem? Szerintem ez lehet az a hely. Ah, igen, a freskós hely. És már nem is lehet az öreggel beszélni semmit. Na hát. De ez tök jó volt, hogy végre kiderült, hogy mi van az alagutakban, nem? Valamit nagyon nevet mi. Van itt egy matrac, meg ilyen sörös dobozok. És egy hely, ahol tűz volt, meg van itt egy zokni, meg némi fű. Úgy tűnik, hogy itt valaki jót bulizott. Hát, az biztos új lehet akkor, tinik. A tinik lehettek azok, ha-ha-ha, mondja az öreg. Nem tudsz olyan helyre menni, ahol a tinik még nem lettek volna előtte. Jó Isten, ez a matrac. Unsavory, ez mit jelent? Kinek volt az az ötlete, hogy betépje rendesen, még rá is igyon, és aztán boing. Ide lent, hogy így elpilledjenek kicsit. Hát ja, elég problémásnak tűnik. Ez zseniális, mondja mi. Ja, nagyon vicces minden esetre. Ó, most akkor erre nem ismertek ki? Szóval ennyi. Ez lenne a másik freskó. Tényleg. Olyan... ja... Hogy ez már el van temetve, ez a másik platform, a másik állomás? Igen. Ez az egyetlen dolog alapvetően, ami túlélte az áradást. Az a freskót hátul. Én azt gondolom, hogy király, hogy nem tűnt el. Ja, gondolom. Lehet, hogy elfeledték, de azért nem tűnt el. Hát még azért nem lett elfeledve. Kíváncsi vagyok, hogy kb. 500 év múlva valami archeológus majd megtalálja-e, és hogy gondolkozik-e majd azon, hogy mit jelentett. Néha azt gondolom, hogy 50 éven belül senki nem fogja tudni már, hogy mit jelentett. A helyek nem tudják irányítani azt, ahogy emlékeznek rájuk majd, hanem csak ott úgy lógnak, és aztán szétesnek. Jól vagy amúgy mi? Igen, jól leszek. Csak most nézelődöm egy percet még, nyugodtan. A tinik hogy a francba jöttek be ide, vagy le ide betépni? Mondjuk biztonságos helynek tűnik egy ilyen illegális akcióhoz. És ezzel le is rajzoltuk a denevéreknek a mindenféle üldözését. Köszönöm, hogy csatlakoztál hozzám. Nagyszerű volt. Totál csinálnám ezt munkaként is. Ó,
Competitor, ezt tudod micsoda? A konkurencia? Szerzek magamnak egy csónakot majd, és megyek, találok magamnak, vagy keresek magamnak szemetet, és eladom majd a gazdag embereknek. Na, ez ám a lelkesedés, vigyázz magadra, mi, maga is, és sok szerencsét. Őrület. Nem is emlékeztem, hogy ez most van, ezen a jeles napon, amikor egyébként a temetőbe meg ilyen helyekre akartunk volna kimenni. Úgyhogy szerintem ide nyomjuk majd a mentést, tartunk egy szünetet éjfélig, mert már 3 óra 12 percen megy ez a mai vod, úgyhogy innen már nem megyünk tovább. Itt megyünk fel Greggékhez. Ide nyomok egy mentést. Én abban reménykedem, hogy ez jól fog sikerülni. Itt van Angus a Video Outpostban, Greg a... Már lehet, hogy Angus nem is dolgozik, lehet, hogy a lakásán kell majd felkeresnünk. Hú, nagyon éhes vagyok, megörülök az éhségtől, bocsássatok meg, úgyhogy idáig jöttünk a mai napon, remélem, hogy tetszett. Ma egy egészen nyugodt epizód volt, ahhoz képest, hogy az elmúlt epizódban konfliktusok voltak egymás hátán, meg aztán ráadásul még azt az emberrablást is láthattuk. Úgyhogy remélem, hogy tetszett, tartsatok velem a következő epizódban is majd. Hogyha szerettétek ezt az epizódot, nyomjatok egy tetsziket vagy egy feliratkozást a VOD csatornára, hogyha valaki pedig szeretné támogatni a csatornánk kittmaradását a Twitch-en és a YouTube-on egyaránt, a YouTube alatt, hát ott a VOD-ok leírásában találhat ez információt. Köszönöm szépen mindenkinek, aki eddig itt volt, ne menjetek nagyon messzire, hamarosan jövök majd vissza, és befejezzük a Metal Gear Solid című játékot. A Metal Gear Solidot, az nagyon király, de tényleg, igazi retro őrület. Vajon rendesen elmenti a játszást ilyenkor? Hogy kellett kikapcsolni ezt? Így, tápellátás. Egy pill.